courses through my veins. My eyes reflect a beauty you didn't give me the attention I was hoping for. Is it possible that you want more? I just want you for myself. You had to leave early, and I didn't even have your number. I was afraid to never see you again. Give it all to my baby. We'll be right back.
can't control how you feel.
Jó reggelt, Vietnám! Sziasztok, fiúk, lányok! Hello, hello, itt vagyunk újra karácsonyon túl, vagy még valamennyire benne. Egy a lényeg, hogy itt vagyunk. Sziasztok! Üdvözlök mindenkit! A mai nap GTA-zni fogunk, méghozzá egészen 8-ig, 8 után pedig át nyargolunk a Hunt Showdown-ra, nyomjuk tovább a Battle Pass-t, hiszen azt is el kell érnünk, egyszer jó lenne kifarmolni, és egy kicsit ketté szedjük a dolgokat. Amit tudnotok kell, és ami tervben van, de még nem biztos, hogy lesz, de beszéljünk róla, mert miért ne beszélnénk róla, és tök jó, hogy itt YouTube-on is beszélünk róla, mert Twitch-en már beszéltünk, és YouTube-on akár a kommentek meg is maradnak a videó alatt, szóval, hogyha nem csak itt streambe beszéltek, és írjátok a chatbe, hanem esetleg utána, amikor kijön a videó, elérsz vége van a streamnek, és tudtok alá kommentelni. Ha leírjátok a véleményetek, hogy nektek mi és hogyan tetszene, azt tök megköszönném. Azt tervezem, hogy egy órával többet streamelek minden nap, ami azt jelenti, hogy 4 órakor kezdődne a stream, vagy egyet tovább, de szerintem az meg olyan késő lenne, nem? Inkább egyet korábban, nem, mint egyet később. Drága terelmem csak rángatja a vállát a segítség csúcsán. Szóval a lényegi rész az, hogy egy órával többet streamelnék, és ketté választanám ezeket a streameket, ami azt jelenteni, hogy minden nap lenne stream YouTube-on is, és minden nap lenne stream Twitch-en is. Ez úgy épülne fel, hogy a YouTube-on nem csak izé lenne, nem csak GTA lenne, hanem lenne akár más is, és pont úgy csinálnám meg, hogy kedden és csütörtökön 4 óra stream lenne itt, és az GTA lenne, mint eddig is az GTA szokott lenni, és 2 óra Twitch-en lenne, bármi más, és egyébként hétfőn, szerdán és pénteken, amikor egyébként itt nem voltunk, akkor is lenne itt stream, és akkor valami sztori alapú játékot játszanánk tovább. Ezt mindenképpen érdemes lenne átbeszélni, mindenképpen szeretném megkérdezni a ti véleményeteket, és miképp lenne. Emlékszem, amikor még itt nagyon virultunk, meg elvoltunk, akkor YouTube-on minden nap streameltem 1 órát, de azt minden nap, hát hétvégén nem streamelnék 1 órát se, az biztos. Viszont így, hogyha ketté szedjük, akkor bár napi szinten kevesebb lenne az, ami itt van, viszont minden nap lenne. Szóval minden nap lenne, és hogyha nem a Twitch-et szeretitek, akkor tudtok itt nézni, hogyha YouTube-ot vagy a Twitch-et szeretek, akkor meg tudtok ott nézni minden nap, és ez lenne a koncepció. Viszont ilyen felmátott üzemmódban. Szóval hétfőn, szerdán és pénteken Twitch-en lennénk többet. Kedden és csütörtökön YouTube-on lennénk többet. Szóval meglátjuk. Kérlek, írjátok le majd a véleményeteket, és akkor az alapján egy kicsit előrébb leszek abba, hogy mi az, amit ti szeretnétek. Mert mellette az is ott van, hogy egyébként ez a rendszer is működik. Szóval ugyanúgy megcsinálhatjuk, hogy heti 2-szer vagyunk itt, akkor fixen 5 órát, viszont az csak heti 2, és az csak ezen a napon, meg azon a napon, azért gondolnám, hogy egy kicsit talán jobb lenne, ha minden nap egy picit lennénk itt, egy picit ott, meglátjuk. A Discordon már van róla egyébként kommunikáció, a Discordon már beszélnek róla, illetve beszéltük, hogy beszélhetünk róla. Ha minden igaz, a Discordon valamelyik off-topicba lehet erről egyébként trécsálni, és érdemes is erről trécsálni, szóval, hogyha még nem tettétek, akkor hangoztassátok véleményeteket akár a Duma szobába, vagy akár itt. Kecsütörtökön lesz GTA, vagy akár több napon is lehet róla szó. Ádám, lehet több napon is szó a GTA-ról, viszont benne van az, hogy mivel akkor 4 óra van Twitch-en, és 2 óra van YouTube-on, 2 óra GTA RP szerintem az nem biztos, hogy annyira fogyasztható. Érted? Mert hogy egyébként mi az 4 óra, az fasza, az rendben van, sőt 3 óra is, de 4 már olyan kevéske, nem? Ezért gondolom. Személy szerint így kevésnek tartom az RP tartalmat? A 4 órát, heti 2x4 óra, ez heti 8 óra RP. Az azt jelenti, hogy ha minden nap megnézel 1 órát, akkor még így is marad 1 órán. De tényleg egyébként tudunk erről beszélni, sőt, mit szólnátok hozzá, hogyha YouTube-on csinálnánk egy ilyen
beszélgetős bejegyzést, mindjárt átváltok nektek, hogy lássátok. Itt a YouTube-omon, hogyha felmentek a paplogra, van egy közösségi fül. És 2 órára a YouTube-ra mi az elképzelés? Hunt Showdown, Dark and Darker, bármilyen végigjátszás folytatása, vagy elkezdése, Dead by Daylight, bármi. Azért szeretném így kettészedni és több részre bontani, mert sok olyan játékba akadtunk el, amire nem marad időnk. Viszont így, hogy minden nap berakom, az azt jelenti, hogy streamenként, illetve heti szinten plusz 5 órát streamelek, ami havi szinten az plusz 20 óra tartalom nektek. Plusz 20 óra. Plusz 20 órában havi szinten szerintem ki lehet vinni egy játékot, vagy félig egy hosszú játékot. És ezek. Na, szóval. Kiírjuk ide, hogy mi lenne a véleményetek arról, hogy heti szinten megváltoztassuk a menetrendet ezentúl hétfőtől péntekig tennap stream Twitchen és YouTube-on is. Bam. És leírom most itt, hogy hétfő 16:00-tól 20:00-ig. Anyát picsája. Most mi van ezzel? Twitch. Majd 20:00-tól 22:00-ig. YouTube. Kedd. Azt mondja, hogy 16:00-tól 18:00-ig Twitch, majd 18:00-tól 22:00-ig YouTube, VRP, akár. Szerda, és akkor szerintem itt ezt így okosan. Okosan kimásoljuk így. Cselesen, csütörtök, ding, Twitch, Hunt per végigjátszások, így, majd YouTube, végigjátszás. Szerintem ez így annyira tartható, nem? És akkor mindig lenne egy kis Hunt, meg egy kis végigjátszás, így. És azt mondja, hogy szerintem. És jön a péntek. Na, a péntek az ami ilyen nagy kérdés, és egyébként, mert pénteken egyébként én fixen déltől streamelek. Szóval az így ilyen... Fixen egyébként én úgy streamelek, hogy 12-től 16 óráig szoktam a Twitchen streamelni. Itt az a kérdés, hogy akarunk-e oda is YouTube streamet, vagy elég az, hogy hétfőtől csütörtökig. Na, ha Twitchen is akarunk, akkor viszont azt úgy kell megcsinálnom, hogy mondjuk 3 óra Twitch, 12-től 15-ig Twitch, végigjátszás, majd utána 15-től 17 óráig ott meg megint csak végigjátszás per fun. Szerintem a per fun az kb. Az összeshez berakhatom, mert hogyha éppen nincsen kedvem végigjátszani valamit, akkor simán lehet az Dead by Daylight, vagy bármi horror. Szóval ez. Ezt így szépen berakom nektek. És azt mondja, hogy képes szavazás helyett szöveges szavazás. Tetszik. Fos maradjon így, ahogy van. Így, né? Innentől kezdve tudtok szavazni, hogy tetszik, nem tetszik. Ezt, mint mondtam, hogy felmentek a paplovagra, paplovag csatorna az itt van, Very Big Channel, rámentek a közösség fűre, akkor innentől kezdve itt már tudtok szavazni, és itt is leírhatjátok, hogy oh my god, very big. És innentől kezdve így tudtok gyakorlatilag
verbálisan kommunikálni velem írásban. Szóval kérlek, tegyétek meg, itt vagyunk majdnem 200-an. Szavazzatok, alakítsuk mi a 2023-at úgy, hogy a lehető legélvezetesebb legyen, és hogy nektek a lehető legjobb tartalmat gyárthassam, hiszen ez az elsődleges cél. Meg az, hogy elhagyjam az összes SMS-emet véletlenül. Zsolt, hogyha ezt szeretnéd, hogy pénteken csak egy stream legyen, az egyik platformon, szerintem simán megírhatod a kommentek között, úgyis figyelem. És megcsinálhatjuk azt, hogy ha azt írják, hogy hát pénteken ne legyen stream. Egyébként ezt nem lehet módosítani, és akkor nem lehet módosítani. Miért lehetne módosítani, érted? Milyen gáz lenne? Nyomok egy F5-öt, akkor már szavaztatok? Igen, akkor most már nem törlöm ki. akkor most már nem törlöm ki. Azt mondja, kell nekünk egy 682.53. Ez veszélyes. Ez veszélyes! Benjamin Siraru! Nagyon szépen köszönöm. Köszönöm szépen. Annyira köszönöm, hogy már el is felejtettem emiatt a Dark Chat-en, hogy mi volt. Puffinak. Puffi hasa nagy. 682.53. 682.53. Csőváz! Csőváz! Hello! Itt van. Papi, Insta láttam kutyusos képet, nagyon cuki. Egyébként az gonosz, mint az ördög, de az. És Benjamin, még egyszer nagyon szépen köszönöm egyébként a támogatásodat. A lehető legjobb támogatás egyébként, hogyha havi szinten gondoljátok, hogy szeretnétek támogatni a csatornát, az az, hogy a csatorna tagsággal támogatok, hiszen a YouTube nem az 50%-át veszi el ezeknek a támogatásoknak, hanem mindössze csak a 30%-át. Szóval hatalmas nagy királyok vagytok, hogyha így tesztek. Zolikám, nagyon szépen köszönöm a szuper matricát is. Jó van, gyűvő! Na nyomjuk. Megyünk a telepre. Megyünk a telepre, ma este ne verd be. Ezt itt kéne felhívni egyébként, de csütörtökön most lesz-e izé? Lesz-e pszichón? Azért valamit, hogyha nyomom a lájkot? Hát szerintem a YouTube algoritmusának igen. Szóval, hogyha lájkoljátok a videót, a kommenteket, meg ilyenek, meg a közösségi beszélgetést, amit most is kiraktunk, szavazást, akkor természetesen megköszönöm nektek, hiszen ha egy picit is számít, akkor annak örülök. Meg egyébként, hát értelemszerűen nekem számít. Még hogyha magának, az algoritmusnak nem is, nekem jól esik, hogyha lájkoltok valamit, bármilyen posztomat, hiszen az azt jelenti, hogy amit csinálok, az tetszik nektek. És úgy sejtem, hogy ezért csinálom, nem pedig a Twitch milliárdokért, mert azok nincsenek. Most például azon dolgozom, hogy tudjátok, mostanában nagyon rossz a netem, lehet, hogy most is el fog menni, gyakorlatilag tegnap óta olyan 20 percenként elmegy a net. A lényegi rész az, hogy azt nézem, hogy a házba bejött még egy net szolgáltató, és valószínűleg be fogok kötni még egy internetet, és most ahhoz veszek egy load balanszos dupla vanos routert, mert elméletileg akkor be tudom kötni mind a két netet, és hogyha valami baj van, akkor fél széffel átáll a másikra. Ha nincsen baj, akkor pedig mind a kettőt gyakorlatilag egyszerre tudja kezelni. Szóval folyamatosan fejlesztek, és igyekszem nektek a lehető legjobb dolgokat hozni, hogy aztán beton stabil internet legyen. És egyébként, hogyha jó lesz a net, gépet is akarok most fejleszteni, valószínűleg fogok venni egy AMD Ryzen streamer gépet, lecserélem a régi 6 éves gépet, amiről megy egyébként a stream. És akkor lehet, hogy Twitchen nem tudok, mert hogy ott nincsen csak 1080p officially, meg ott, hogyha 1080p-nél nagyobban nyomod, akkor szétlaggol minden. De YouTube-on akár 4K-ba is lehet streamelni, és bár 4K-ba nem streamelnék, viszont én 1440p-ben játszom minden játékot, és valószínűleg YouTube-ra az 1080p streameket, ha bírja a net, akkor áttenném 1440p-re, szóval 2K-s felbontásra. Milyen szolgáltatónál vagy, Digi? Hát Telekomon vagyok, de
olyan, mint a bánat. Tudod? Nem, mert a bánat az szinte mindig van. Akkor még olyan sem, mint a bánat. Rosszabb a bánat. Általában nincs. Ötletláda van játékok terén? Discordon vagy YouTube-on? Discordon van nekünk egy hasonlónk. Mindjárt megmutatom nektek. Itt van nekünk egy olyan Discordon, ha még nem tudnátok, discord.com vagy discord.gg per paplovak, hogy fórum, ha minden igaz. Jót nézek, paplovak crew-ban vagyok. Itt van egy olyan, hogy egyéni, és itt gyakorlatilag bármiről létrehozhatsz dolgot, azt is, hogy milyen játék legyen. Itt van például egy indie játékajánló, és itt nyugodtan bedobhatjátok, hogy milyen játékot szeretnétek, de létrehozhattok bármi újat is. Szerintem nekem nem töltött be az asztakasz. Ja, de csak egyet tovább mentem. Nem éri meg a 4K, Istinek is széthullik a gép és pixeles lesz. Azért mondom, hogy 4K-t nem is akarnék. Nem is 4K-ba játszok, de 2K szerintem az élhető lenne, nem? Ufi, ez egy felkérés volt a keringőre, hát azt mondta, hogy akkor már megy is. Szevasztok! Szikorog a faszot? Kembe valamivel. Pumpás fasz. Nem, csak most baszott ki a losz, hogy aztán szingülettem. Jaj, mi? Hát ez gyors volt. Hát, meddig tartott? Pufi, egy hétig? Kettő. Ez ki ez a szomorú szamuráj? Ja. Sas! Hát mi a fasz? Tegnap betörték az orromat, azt kaptam egy ilyen izit. Tamás, nagyon szépen köszönöm. Ezt úgy nézek ki, mint a Shogun. Igen, egyébként úgy nézek ki, mint a túl sokat nyomtad volna a Nájót. Így van. És ez a fini vörös bula, ez kicsoda? Csak nem anyul. Barack, de úgy. Barack, jó. Csőváz, Feri volt. Matrica csaja, buktad. Jó, hát most megkérdeztem, attól még lehet finom suma. Hát, most persze. Mit mondjak rá, bazd meg, hogy a pápusztai narancs, vagy mi, penészes? Nem, mondjuk. A nőket dicsérni kell, azt mondták. De így bula. Jó az. Jó, már rég voltam doktónát, ott ilyenkor nehezen megy a kommunikáció a nőkkel. Semmiség. Hívom az esztikét, de le se fossa a torkomat. Megsértődött, mert nem gyűjtem csütőtökön. Tomikám, nagyon szépen köszönöm még egyszer a csatornát. Kérsz, hogy nem vagytok együtt, de vagy motyogott, hogy miért nem akart téged. Túl nagy a dák, ez biztos, aztán fáj neki. Lehet, nem tudom. Tudod, állandóan pofázik azt, hogy berakom neki, az a baj, hogy szájáig ér, aztán nem tudna beszélni. Az baj. Csak viccelek, na. Merci. Egészség. Boldog karácsony. Egészség. Az haci. Szopi, álljál, komolyan mondom. Feri, a rendőr. Adjad, haci. Én rendő. Nem, idéztünk egy mestert, aki biciklivel mászkál, és a bort rakja a víztartóba, vagy mi az? Bort rakja a vízpatóba. Kulacstartóba. Ja, a kulacsba. A kulacstartóba, bazd meg a kulacsot rakják, te fasz. Hát de ő nem, ő egy üvegbort rakott oda szívószába. Ja? Az mondjuk bárkod. Szia, Pistán. Addig megyek, ameddig a bort tart. Igen, ha nem, akkor megállok. A CP webben mikor lesz elérhető a banki átutalás lehetőség? Ötletládába, Discordon nyugodtan dobjátok be. Hogyha meghallgatja Máté a szavaitokat, szerintem egy hét alatt berakja. Nem érdekel, hogy hideg van. De így nem hozott be a izét. Azt az mi? Akkor üvegvágó bimbók vannak, nem? Ja, flexibilis. Ha, ja. Lehet menni nemzetit egyből. Vagy mi? Nem, elég ékszerem voltam a héten, nem akarok. Vágom a gyémántot, várjál! Na jó, keresek rövid gatyát, de addig nem lépek ki a szoliból. Figyelj, de akkor megfázik a mélye. De veszek kalávast a harisnyé. Ja, jó, akkor nem fogsz jégkockát szűni. Mi van? Micsoda? Mennyi, semmi, mennyi. Nyugodtan, nyugodtan, boldog karácsony. Még tudok azon arra kanyarodni? Én meg tudok kanyarodni. Mi vagy, te kopasz, baszod? Most szemét leszek, most nagyon szemét leszek. Ezt tovább nem most aztán tényleg köcsög leszek. Az a. Papi, nem gondoltad, hogy lesz egy RP ünnep? De csúnya. Jó, nem gondoltad, hogy lesz egy RP ünnep? Hát, hogy ne lenne. Te mindig ilyen ronda vagy voltál, vagy ez most ilyen új évi fogadalom?
Szerintem tegnapon kívül volt stream. Vasárnap is streameltem, szóval... De mi lesz? Szenteste nem streameltem. Elárod a mélység titkát, akkor is streameltem? Bólogat az azt, hogy nem tudom kivenni még az igazság. Szenteste nem streameltem, nem? Na, szenteste nem volt, meg kedden nem volt, ennyi. Ezt? Figyelj már, gyere ide. Te mutasd kutyát. Áturó úgy néz ki egyébként, mint valami kibaszott cinege. Vagy mi az ilyen... Hogy hívják azokat, akik ott zenélnek este? Tücsök, azaz. Tücsök, köcsög. Hátulról, hát az... Az önértékelési problémáiddal nem tudok mit kezdeni. Rád mondtam, hogy úgy nézek ki hátulról, mint egy tücsök. Én? Te, bazd meg! Hátulról, sogulófasz, az már... Hátulról csak úgy néz ki, mint a tücsöknek a izé... Úgy nézek, hogy egy koticabogár. Az antennái. Kurva koticabogár. Túl sokat grounded esztél biztos. Így van. Voltam Umban streamünk, és sast visszaengedtük. Gyilkos galóca vagyok. A permás emberek jelentkezhettek, egy 2 órás Umban streamünk volt. Minden vagy, Mami. Így van. Világ közepe. Szia, fiam. Szia, Lajos. Kutyáidat sétáltatom. Arra gondoltam, hogy ha lesz több bagoszos, na, kezdődik. Akkor meg még azték, akkor elmenjünk egy faszát offroadozni, mit szóltam? Ajaj, mindig így kezdődik. Offroadozni? És még sohasem emlékszek a végére, igen. Elmehetünk offroadolni. Én mindjárt megyek. Terepautókkal izé felmegyünk. Ma van kedd? Akkor hétfőn nem volt stream. Megöljük egymást. Mi? Sas, te lássuk. Még sosem nem kis van kutbaszni. Kecsek, Sas. Olyan Fradókkel megyék. Na, ne nyerd le a gyűrűte. Táplálni kell itt a pocakot, na. Na, megjött azt a faszom, démon is. Jó, itt van ez a fasz, szopau. Brémon. Ezzel rendülete ott az ajtó. Ne gyere mögé, pusztulj innen, démon a gecő, menj innen a faszomba. Ajaj. Magatokra hagylak titeket, kiromantizáljátok. Ne, geci! Tényleg akkor homok tartály vagy? Nem, csak Pufi jó csaj. Apád faszom. De Pufinak már van férje. A James. Te James, mi van, srácok? Ajaj. Ebből vállás lesz? Az baj. Azt mondjuk, mi van képzel, hát akkor nincs. Akkor özvegy letté. Ezen ne feloldozlak téged. Házastársi lófaszaid aló. Éljen. Jól számolok, akkor új rendszerben heti 10 óra RP-hért, csak akkor heti 8 óra, nem? Akkor mély levegő pokafogás. Csak ott szem. Clever. Jaj, vagy sokszoros lesz a faszod. Kukoricás. Amúgy ja. Sajtos kukoricás. Legattal a takótól, hát... Inkább, mint hogy sajtos gombás legyen. Nem vagyunk valami. Lehetünk valahova. A kérdésedben volt a válasz. Menjünk most offroadozni akkor? Nekem nincs offroadom. Mi ott a baszba, ott a Monster Truck. Monster. Az offroad. Szerinted mi basz meg? Szerintem az űrhajóm. Ott a Monte. Na, sassra megyünk veled, mit szólsz? De baszd meg, mondom, hogy megyek mindjárt. Ja, akkor te nem lesz, Rocky. Én megyek. Wake up all night to get Loki. Várja, van annyi, hogy nyissak egy karácsonyi láda? Fasz. Nem nekem, hogy elkezdett, jó? Na majd két óra. Ott van a hármas balomba a karácsonyta. Mi? Hármas bankban van a karácsony, fasz meg. Elmegyünk a hármas bankból a karácsony fel hozzá. Menjünk, jól van, nekem is esik, akkor, hogy a terepet. Kocsival vagy? Vagy gyalog? Nem, gyalog. Akkor gyere itt a kocsim. Ahogy sasvért, legos sas. Ó, rohagy meg. Én a helyketet használod, bár de sokkal jobb. Tudja, faszom, ezzel voltam a lakásnál palkóva. Ott hallottam a bulánál, a kiaránál, vagy hogy hívják. Kiara, miara, elfelejtem mindig a nevét. Kira? Nem, az a kutyám, várjál. Mi a csat? Mi van, buzi? Pitel már ki a faszom. A buci. Nem kell azt kipitelni, ki vagy piteli magát? Megberkízzük. Ne jó, akár neki. Hallod, írtam egy dalt! Akkor... Jó, buci. Mi a fasz? Sors! Megvagyunk!
A gyakorlatilag tegyek ki az a bizonyos állatba. Nem én volt. Oh. Szép volt, nagy okos. Jó, a visszapillantó tükröt néztem. Hello! Nem lövök. Most már nem kell. Röhögnék, ha ütkölne. Segítsünk rajta, hogy ütközz. Bocsi, hova mész? Őt követtem. Miért rossz helyre meg? Nem, de állj már itt a fatökköket! Jaj! Megoldjuk. Tudunk, hova ez a bér? Szerintem nincs egyébként. Van a hármasban. Van a hármasban. Fogalmam sincs. Te várj el, amikor vannak. Ott. Hogy volt az, hogy csak a piroson is átmegy? Hát látod a sas milyen. Vissza lehet nézni a visszaengedő streamet? Nem tudom, ha vissza lehet, akkor twitch.tv/daurot Máténál streameltük rá. Daurot. Daurot. Biztos jó helyre megyünk? Igen, biztos, csak nem telepoppó vagyunk. Ha nem. Azért mehet lassan. Szia, Aquila! Voltunk ma a bunker. Igen? Milyen volt? Hát... Szarmi. Kurva egyszerű volt, szóval ha... Igen. Jeleznéd a góriknak, hogy vegyenek fel több zsoldost, akkor az jó lenne. Oda még több zsoldost? Hát úgy... A bunkerben van majd 80. Igen. A Norkaló faszát van 80, kb. 9-10, és hát hogy is fogalmazzam meg, amikor bemegyünk, akkor előre futnak, és egy helyben meghalnak, aztán fel csak sétál a múzeum sétálásra. Az érdekes, meg kéne lenni ilyen vagy 80, nem? Hát, nagyon nem. Ez a bunke? Aha. Na, mondjuk úgy haladtam azzal, most van gond. Nem csak az szó. Igen, igen, igen. Úgy haladtam, újra dolgozzák ott a teljes rendszert. Igen. Mondottam szólok, mert jó vagy Csudapest, Csudapestire újra lesz alakítva az egész nulláról. Jó, én csak szóltam neked, mert te is... Jó van, na várjál, pörgetek ödje. Valamit kinyitott az ő. Hát, egy karácsonyi helyketed. Elmész a faszomba. Elmész a faszomba. 18 évet elpocsékoltam már ez is, és nem. Geci. Igen, igen, vissza lehet nézni a testkamerán. A faszomat. Bam, 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 bam. Majdnem visszaváltottam. Igen, én. Visszaváltsa? A másik dögött. Basz meg, ez kurvára nem fel, get... Azok ezek szerint akkor neki még nincsen meg. Hát... Oroszlán is ilyen basszus, kettőt kinyitott már. Geci, én már négy. Nekem is már megvan az összes. Elkedvő ez a második. Geci. Add meg, papír zacskót nyitok, bazd meg! Jó az. Tudom, mit nyitottam? Tényleg. Ragd az arcodra, és tudsz lélegezni. Szépen lassan, hogy megnyugodj. Most nem el lelőleg, Geci. Most nem. Majdnem visszaváltottam a vigasztal, mert már ez a második, amit nyitok. Üzd le, gyerek. Megyek aludni a faszom. Na úgy én is. Geci. Nem megyek a kibaba nőm, bazd meg. Miért dobott ki a luvnya? Már hogy nem törődtem vele eleget, ő szerintem. Mi van? Akkor hívtam mindig, akkor vagy az apjánál volt, vagy dolgozott. Szerintem ez nem volt elég. Nem kapcsolat? Igen. Nem bánsz elég jól nőkkel, látod. Buci, megöllem.
Jó, na. Nem tehetek róla, hogy nem voltál neki elég. Első ilyen? Most mi van? Csak érdeklődök, próbálok kommunikálni, az mint a barátom. Jöhető autót. Aztán majd összesedünk egy pörkültre. Igen, igen, jön az autó és így, bup! Bup! Jöjjel, basszak, jöjjel. Próbál, gyűjt a rokkasságira! Megöljön és nem öl meg! Vonat. Ennyi, látom. Kösz, nincs vonat. Az a baj, hogy így nem fogják bevenni a rendőrök. Szándékos elütés volt, így nem jár a izé. A pénz. Pufi, vegyünk egy izét, vonatot. Mit szólsz hozzá? Faszom. Mehetnénk egy vonatot, egyébként nem is emlékszem, mikor mentünk utoljára vonatot. Köszönöm. Gyere, Pufikám, ne szomókodjál. Nekem elég vagy. Kösz. Azt mondta, hogy nem foglalkozol vele eleget, de... Ah, nem is érdekel az ő. Hát talán a városba szopod a fasz. Hát, bazeg hívtam. Azt mindig apu, oké. Hát de nem mondtad, hogy én vagyok az apuci? Mármint, hogy nem én, hanem hogy te. Mondtam neki, hogy most nem, nincs kérdő, de most az apjával. Sas. Most tudtam meg, sas. Kilövök? Menj innen, sas, meg kilőlek a fasz. Geci, semmit nem csináltam! Na. Igen? És akkor elment apjához bulizni, meg a kollégáival, utána meg mindig elment dolgozni. Ugye ment és hogy nekem nem ér el. Mondom, akkor így, hogy a faszomban csináljak bármit. És utána meg mondja, hogy tennap egész nap ébren volt, főpróbális, hogy nem volt, szólnék le, mentem aludni, mondom, igen, mert sajnos volt egy komoly dolog, állj, megoldódott. Meg karácsonyban mondjuk, nem? Nem tudtam neki leírni, szia, mert nem kell, mert ezért nyilván. Komoly dolog volt! Júj, mert főzik a halaszlevet! Jó vagy? 10 pont a Griffendélnek! Jó vagy, Pufikám? Rádióban, sziasztok! Údarra kaptam, hogy ne én kapjam, ma nem te. Jó, rendben vagy, bevigyelek óvoshoz. Rabló! Rabló! Várjuk már meg, mit csinál. Nézd a mocskos rablót, nézd meg. Matrica Puffy inzultált, a négy dolgozott a telepen. Hívjuk rá a rendőrt. Ja, beöltöztettem dögősnek, hogy több ebből legy. Jó vagy, Pufikám, nem sérültél nagyon meg? Aha. Hát vagy lecseréljük, most jött az új helyketem, most akkor ki tudjuk venni. Meg mostantól izé, mosás jön. Bikinis mosás. Jó vagy, Pufi, ki esti? Kiugrottam, nem esti. Mi ugrottál ki, Pufikám? Nem basztatsz a helykette. Nem basztatlak a helykette, hát azért akartam kivenni, hogy adjak neked hozzá kúcsot. De jó, igazán kedves. Boldog karácsony. Meghalok. Most már kell orvos. Jó van. Vigyél kórházba. Hívtam mentőt. Ne hívjál, menjünk kórházba. De miért? Mi jönnek ki, mert mi lennének inasok? Itt van a közelben, biztos kijönnek. Addig üljél, leszíjál egy cigit. Egyél egy kis romlott tejátét burítóval. Akkor már rabot cuccot adta nekem fel. Pufi! Tessék! Nyuszi, rádión van? Nyuszi, halcik, én meg kiugrottam egy autóból, szóval pillanat. Jaj. Tam dara 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 dam dara 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 dam dara da tam dara da. Látod, már jönnek is, nem is inasok. Mi a fene? Remélem a bulád jön. Az kellemetlen lenne. Igen, de szerintem ez az Ethan úr. Ó, az az Ethan. Hát itt a Black úr. Szép estét, Black úr! Szép estét. Kérdezem a társadalmi pillanat. Mi történt?
Kiugrott az autó. Igen. Kiugrott az autóból. Igen. Igen, igen, mert nyitottam egy helyketet a karácsonyi ládából. A jobb lábam fáj. Te ilyen szuicid hallani lettek? Ajjaj. Ja nem, csak... Idegesen. Csak ilyen drámai akart lenni, egy drámai igen. kilépő. Igen, drámai, 130-nál kiugrik az autóból. Ölgyem, faszom volt a 130. Volt több? Ja. Melyik lábát fájlalja? A bal. És föl tud ülni? Meg tudja mozgatni? Megpróbálom, jó? Jó, segítek akkor fölülni egy sorban. Jó. Jöjj elő, Kaito! Jaj. Jó, rendben van. Először is kifűzöm a cipőjét, segítem levenni, és akkor pedig a nadrágot egy kicsit felhúzom. Melyik része fáj? Állíts munkám, Doki! Jó van, semmi. Nem az a része fáj, amikor bezárták a playtestet a Dark and Darker-be. Az nekem is fájt. Februárt írnak. Pedig ott volt egy nagyon jó varázslunk, még egy nem észünk. Igen. Na mindegy. Csak a Hedi. Meg a feláldozható barbe. Na jó van, hogy is fáj a lába, ott tartottunk. Bal fölül. Bal fölül? Igen. Igen, igen. Erre, magának melyik van fölül ott? A csípcsontja, hát vagy inkább a combja? Hát a bokám fölött egy kicsivel. Az lefele van, te fasz. Az a vádlia? Akkor vádlina, igen, igen. Uh-huh. És akkor a, bal, a fönti rész a vádliának, akkor... Szi. Akkor az, hát... Jó, lehet, nézem, nem bízom magára. Igen. Uh-huh. Hát valami nézem, egy kicsit föl van dagadva. Csontjának baja biztosan nincsen, ugyanis akkor sokkal jobb lenne itt az elszíneződés, illetve tapintható lenne az Elda formálódás. Próbált már ráállni? Vagy inkább csak ott feltrengett és már kúszott össze-vissza? Hát inkább az. Hm? Hát, elég kicsit lecsillapított a hóban. Jó, van, de pontosan meg fogom tapogatni, jó? Kicsit lehet fájdalmas lesz. Most, igen, Igen, rendben, egy kicsit ahogy érzem, meg is kötött az izom, egy kicsi izomlazítóval be fogom kenni, befásbizom. Mi ez, nagymama? Ezt ahogy ha később is fájdalmai lesznek és nem csillapodik, akkor majd fáradjunk be a kórházba, és akkor kap nyugtatót? Készítünk még további vizsgálatot. Fájdalmai vannak, de nem csillapodik, ugyanilyen idegesítő maradat. Jó, rendben van, akkor elkezdem be is kenem. Szabad kérdezni, párod a hány éve vagytok együtt? Közben emellett meg el is mondom, hogy akár még otthon is tudja csillapítani a fájdalmát. Akár jéggel, akár bármilyen... Most voltunk fél évesek karácsonyban. ...terméket ráhelyez, aztán akkor egy 5-5-5-10 percig rajta tartja. Meg is ittunk egy 3 literes közösségbe. Jó, valami egy közöttön a bőröz, nem szóval alkohol, érint, tehát konyharuhába vagy törölközőbe csavarja bele. Ott vagyunk, csak koka... Jó, rendben átkötöm felsről, egyszer. Kétszer egy tüvel pedig eltűzöm le, ne csúszson. Jó, rendben van, segítik visszaadni a cipőjét. Letűröm a nadrágot. Jó, meg is vagyunk. Föl tud állni egyedül, vagy segítség? Megoldom, köszönöm. Kemény, hogy vagyok, spártai vagyok. Jaj, spártai köszönöm. Másban segíthetünk esetleg? Hát egy ölelést adna az jó esnek. Na jó, jön ide. Így a komoly doktor úton. Spártai kebál, mindig bekakál. Köszönöm szépen, doktor úton. Jó képű. Köszönöm szépen. Szép napot, doktor úr. Viszont. Boldog karizott mond. Picit. Picit él? Mit? Nem tudom. Azt mondta, hogy picit, vagy kicsit, vagy valami ilyesmi. Figyelj már, jelöld már be a dropot. Most látom, most esetleg a drop. Ó, hát mindjárt ott vagyunk. Most nem ugratunk le. No woman, no cry. Hát most az van. Igen, de hát akkor elmehetünk együtt picsázni, nem? Hát de mindenki ki off-val minket, bazd meg. Vagy van, ez igaz. Vagy azért, mert hogy nem kellünk nekik, vagy, de ami 80%, hogy van pali. Igen, igen. Az a baj, hogy nem töltünk napi 80 órát a városba, és így nem vagyunk elegek. Ja, én úgy gondolom. Cső, váz! Hány ezerek, Nina? Na, hát, valami. Bár, hogy lejjön a drop nekem is.
Na pattanjál. Pattan. Hova menjünk? Plac. Volt a Fafafaszopolis. Wiki Slim Shady. Plac. Hova? Na, megint hittette meg térikeszti. Na, de jó. Az Isten faszát húzza bele mereven egy jó nagy töltött, mocskos, rohadt, tetvecs. Mi? Wow! Hát a doktor úrok zúznak le. Kilőjem, ja? Na. Karácsony, szlát. Jó vannak? Ez. Hogy nyomják itt a Need for Speed-et. Ránk rántotta a kormány. Rántotta magára a rátkai hétlábú az. Jaj. Ráncsa rá a izé, a Rocco Siffredi. Nagyon kemek a kijövő. Jaj, szegénykém. Nem lehet szarni az új Tacoma? Nem, de hát menjünk placra. De szerintem lehet szarni. Látod már az új Tacoma? Menjünk placra! Láttam, benn voltam, menjünk placra! Jó van, gondoltam, hogy szarunk egyet. De a placon is tudsz, és úgy is oda megyünk. Jó, de ott még eszünk is. Eszünk és szarunk. A két legjobb dolog a világon. Au, au, fejlbukám, au, au. Akkor ne fuss, te nyomoraik! Már fél éve húja, gyorsan telik az idő. Hát igen, rohan. Megőszülünk egymás mellett. Igaz, nem az időtől, hanem a kisputyát. Na, nézzük. Hogy matricra veri már? Jöjj neki be. Beilleszkedő, stb. Már a srácok így fognak majd el. Tehát, hogy ebben fogad. Saját érdek. Jó, rendben. Jó reggelt. Jó reggelt. Na tessék. Köszönöm. Nincs mit. Kitartást. Jó. Vissza tudsz menni, vagy vigyelek vissza? Hát ha eldobtasz... Fizetős lány, az elmehettek. Igen. Így azért neccesen sétálni odá. Neccos, jó. Pufi, eldobom gyorsan ola ezt a talapra, és jövök vissza. Itt akart tőled a matrica. Helyünk panaszkodni a... ment a orvosok bája. Bunkó voltál orvosokkal megint? Nem én. Akkor ki? Ő? Kis. Azt mi? A Alvin akar velünk beszélni. Alvin? Mit akar? Hogy álltok az embereink bunkóak az orvosaim. Ezek alszok, az meg. Nem tudok az lenni, csak... ezt direk a izét, szarát is megeszem most még, hogy... szép napot! Mizu? Semmi, ez a faszopó kintott a második helyket, tehát amúgy semmi. Jaj, jaj. Vissza kellett volna váltanom. Hát figyelj, most van kettő, hát ez ilyen. Igen, igen, majd én is úgy vagyok mindig vele. Mindig cserélgeted, két különböző dizájnt adsz neki. Két a harmadikat, akkor lesz. Piros fejér szőt. Úristen. Változatos se kedvér megint leszünk. 2-9, tudok megint nyitni egyet. Na pufikám, mit kapok, hogyha nyitok még egy helyketet? Fejlővést tudom. És ha mást? Autó ha, legyen? Ha autót hitsz, akkor fejbe lőlek, azt most mondom. Oké. Okay. Nyugi, majd én megmentelek. Egy autó egy cserébe, mi? Zacskó volt. Jó. Tisztelt neked majd. Az baj. Most, hogy mondod, nyitok már én is egyet. Hajrá, nyuszi! Hát, ez téli kesztyű lett. Hú, az jó, az a pufi kedvence. Ja, van nálam már kettő. Jaj, jaj, várj, adok meg igen, én igen. Is egyet. Megtöltött, megtöltött hát, meleg ízével. Ezt meg ráhúzod a faszodra, vagy nem tudom. Azaz, meleg zselatinnal megtöltöd, az olyan, mint hogyha már nem lenné szingli. Kaphatjátok a... Rakd bele a az kesztyűbe. A baj, hogy még mi se. És most elkezdek lövöldezni, akkor meg az a baj, ugye? Hát gondolom. Nagyon jól látod a kérdéseket. Vedd meg sost inkább. De az már elment aludni, igen, igen. Nem, vagy csak törpön sincs. Már is elment aludni, lőtték a pizsit?
Hát nem, hova üzletember. Ha az üzletember. Katás, persze. Vállalkozó. Csak egy belép. Mikor ellezüket az Alvin dolgot? Nem, ilyen ébren van. Ahonnan tudjam. Hát nézzük meg, menjünk el. A matricát előbb megkérjük, hogy hívja fel, mert annyira nem szeretek ott az orvosban. Szeretném, hogy jöjjenek a srácok is, megkentsük, hogy... Na mindenképpen. Van, hogy rájuk van a panasz. Cső. Á, matricra. Cső, matricra. Legyél már férfi. De szokatlan vagy így nem rózsaszín haja. Miért nem rózsaszín? Hófehér hajam volt. Hát igen, de volt rózsaszín is sokszor. Volt. Nem annyi, de volt. Hát nem igen. Is, én úgy szoktalak meg. Esküszöm, abba vagyok, hogy minden második bankrablásnál befestem én is rózsaszínre a hajam, csak hogy szolidaritást vállaljak veletek. Bár előre festem, ja. Tedd már fel azt a kurva telefont. Hát szerintem nincs ébren. Mondom. Már Janet is keresett minket. Kell a Janet száma? Megvan a Janet száma, de ezt már beszéltük reggel, Nyuszi. Nem, akkor hív fel. Volt valami baj a kórházban, csak fingunk nincs, hogy ki az, meg beszóltak a TB-re, mert a srácokhoz ki kellett jönni, aztán ők inkább rá akartak menni a csomagra, mint hogy kijöjjenek ide. Büdös a munka, röviden. Ja, ki gondolta volna? Meg hogy mi az, hogy háromszor kell kijönni ugyanarra az emberre. Meg 15 percenként. Hát ha sékelnek, akkor ne üljenek autóba, ez jogos. Úgyhogy ők tudják el. Hát ő sincs. Na mindegy! Aztánják azt mondja, hogy sem vannak. És orvosok és nyalnikrem següket, és azt tehetek, amit akar. Van egy pali, aki nosztok húkot akar osztani mindenkinek, és akkor mondom, hogy nem, mert ez elég kijelöltető. Hát ez a szem érdekli, az orvos, ő azt csinál, amit akar. Én meg azt mondom, hogy igen, még engem meg akarsz húkban, akkor eltöröm a kezed itt, nem érdekli, hogy hol vagy. Jaj. Nyusz, illetve Pufi. Bestiájék írtak. Igen? Neked? Hát keci! Majd nap a városban lesznek kisebb-nagyobb kihagyásokkal este felé, ha időtök van, vinnénk majd az acélt. És hogy 1500 céljuk van, és hogy... Dig. Azt a kilométeres elkaptak börtönbe is voltál, és nem lettél rózsaszín. Igen, igen. Ebben volt egy kis túra is. Az minden volt. Azt felmegy egyben. Amúgy is azt mondtad, hogy törpe meg sas sincs ébren, hogy megver törpe, már ébren van. Nem bántom még. Lényeg az, hogy Pufival beszéltünk, és hogyha van főnökség, többi tagja is belemegy, tudtok piszkosba is fizetni. Érdeklődnének azért, hogy lehetséges vagy csak tiszta. Gondolkodok. Mehet piszkosba most már. Menjen piszkosba. A plusz 10% nem, mert hogy akkor nullába van, nem? Nem vagyunk mi kecik. De ja, húznak be 1500 acéltot. Az jó lesz, kelleni fog úgyis. Mi a helyzet a gumikkal? Igen. Hát testvérem, gumikkal az a helyzet, hogy a meha be fog szállni. Mi de lassan nézve. De lónak a faszát amúgy. Az nekünk mondjuk jó, nem? Nem, hát nem. Tudunk tuningolni. De amúgy most mondták, tudod, mi nem tudunk tuningolni. A szerelők, hogy a lónak a faszát, mert előttünk a telepeseink előtt lecsaptak a ezével. 500 gumit vitt el a csudamaha előtt. De a csudamának az 500 gumi az annyi, mint nekünk 100-50-szer pali. Hát bazeg, akkora sorok vannak ott, mint a kurva élet. Jó, a srácaink is megkurcolják konkrétan már azért az 500 gumiért az embereket. Hát, oké, értem, de most már bezár a meha. De miért nem fizetnek van embereket, hogy menjenek szerezni gumit? Azt ugyanezt kérdeztem. Mert nem tudsz, mert a ronstelepnél nem tudsz, azért. De. Nem. De nem a ronstelepnél, hát lehet máshonnan is szerezni gumit. Honnan? Kukából, pecázod. Az alig van benne. Ez a dolog. Ezért kell szerez. Igen, ezért kell fizetni mondjuk 10 random hülye gyereket, aki csinálja. Ez okosabb. Vagy és hogyha a mehában is már nincsen gumi, akkor nagy betűkkel kirakni a hirdetésbe, hogy gumicsere féláron. Tele vagyunk. Amúgy. Amúgy ezt csináljuk fel. Beleinvestálni, ide szoknak az emberek, akik egyébként nem tudnak menni a mehába, mert hogy sosincsen gumi, és lehet, hogy bukunk rajta pár milliót, de utána meg visszajön szereltetésből, mert már ide jönnek automatika. Az a baj, hogy inkor általában az emberek inkább nem használják az autóikat, mert annyira kim van a telep, hogy nem jönnek el odáig. Igen. Yep. Vagy másik opció,
valakik névlegesen írnak tehát egy csipogót, hogy egy szerelőt kérnek ki, egy nem TK-s autót bevitetni. Hogy megné. Hát beszállítási díj, van az, nem? Úgy érzem, de magára ismert valaki. Nem, nem ő. Egy full random dude megfogta, és azért, hogy két autót elvigyen szereltetni. Mindenki néz szar a digi? Nekem nincs digi szerencsére most. Csak az egyik fényszóró... Igen, fényszórónak hívják. Ki volt égve, vagy ki volt törve, azért kért egy platóst a csávó. Múltkor egy rendőr, nem is tudom ki, egy ilyen szakállas fószer, kihívta a Paletó legmélyebb ugyrába, azért, mert letölt az első lökhárító rendőrautót. És kihívta a platóst, bevitte, majd az fél óraig mondta, hát, hogy ez így nem jó, meg szereld meg nekem még egyszer, meg ízen. Hát mondom, bazd, meg ilyen nincsen. Egy lökhárító miatt egy rendőrautót. Azt mondta, igazából közben amúgy valami rablás van még, meg nem tudom mi, de fontosabb neki a lökhárító, vagy valami ilyesmi. Hát nagyon fontos az a lökhárító után, a nagyon. Ó, hív az Esztike. Ő is vezetősége a izénél. Tényleg? Ja, szóval. Fel, hogy tudunk tárgyalni? Szia, életem egyetlen szerelme. Fiú, már tudunk tárgyalni? Halló? Halló, nem hallasz? Na, most már jó. Most már jó. Meg láttam, hát itt keresni. Fényesre nyaltam a végbeledet. Azt mondtam, hogy életem egyetlen szerelme. Aztán semmi. Aha, ez kamu, fiú, tudunk ez tárgyalni? Kamu. Nem, itt állnak. Hányan álltok itt? Jó. Hatan. Sokan. Igazat mondom? Mondjátok. Igen. Hallod, itt mindenki. Figyú, kéne tárgyalnunk. Na, miről? Hát ezt nem tudom, ők mondták, hogy kéne tárgyalni. Szóval bemehetünk? TB. Ja, hogy TB, kórház. Igen. Aha, kórház. Persze. Nem vagyok szolgálatban, de akkor beállok. Jó, álljál be, csak ne úgy álljál be, hogy nagyon keményen, hanem csak úgy, hogy jó, érted, ne az legyen, keményen. Hogy bemegyünk, és akkor te már valahol éppen gerincsérvet szerelsz egy nagymamának. Menjünk a mellett. Jó, megyünk tárgyalni, sietünk. Szia. Oké, előlünk. Én kívülre szeretnék. Bazd meg, hát én itt kinyalom a picsáját, azt nem is hallja a szar telefonban. Nyugi, a rádiót legalább akkor is hallod, hogyha nem vagy rá felcsatlakozva. Na, az a legjobb. Szélszel megyünk. Mi? Ki akar, az felszálljon, többi kívül. Azzal megyünk? Na már! Becsi! Szállj ki akkor! Huiii! Még a másik oldal, törpe, másik oldal. Jó, oké. Törpe! Ez az ember! Figyú, rákapunk ilyen izé, adókedvezményt, hogy velünk van? Nem mondom ki, de igen. Akkor jó van, akkor. Jaj, kapaszkodjatok, Pufi vezet! Teljesen stabil. Ez mennyivel megy? Hát, most milyen meg tudjuk. Nem sokkal? És innen tudok lőni is egyébként? Innen lehet lőni is? Lehet, persze. Kizda lenne végig menni így Uzival. Ez bolond előve. Pupupupu. Lőd ki a kerekét. Menj már mazsora! Nyugi van! Óvatosan hallod, csak fékézzel fogom ezt a szart. Nehogy meghalljak. Libeg! Pufi! Nehogy Libeg. Már a srácokat! Túl jobbra 200-a valaki. Mi törpének vagy? Hát ez biztos, hogy ott vége. I wish you a Merry Christmas, I wish you a Merry Christmas, wish you a Merry Christmas. And a Happy New Year. Tadadam. Jó, ide álltasz, közben ott van a parkoló. Külső pászorak le, ma addig nem akarok. Itt a pohócok, bassz meg. Hallod, nem állítod le a motort? Szia, Damon. Van állítva. Jó. Várjál még azzal. Azzal még várjál. De lehet, hogy most fogjuk elbukni. Szép napot, Vidékli Eszter kisasszonyhoz jöttünk tárgyalni. Pont most beszél róla. Jó napot. Esti. Esti, megjött az aszték. Mozgott le. Legyetek úri emberek. Mutasd a hadse bajszot. Elnézést, uram. Na. Mutasd. Tudnának adni egy ellátást. Csókolom! Csá! Ullalá! Csak egy sebb tapaszt kéne a fejemre. Mi van? Köszönöm.
Látja, itt meghorzsoltam. Fasza az új szemcsip. Köszike! Szívcsip. Na, látod, nem vicceltem, itten vannak. Na. Valahol beszélni ezt. Aha, egy pillanat megvárjuk Maxit, és akkor addig hátra megyünk, jó? Mindenkivel? Mindenki jön? Uh-huh. Ez ilyen tömeges lesz, mint a filmekben. Jó, nem baj. Gyertek, akkor bemegyünk az irodába. Köszönöm. Gondolom, hogy csak egy ideig jön mindenki. Nagyon szépen köszönöm. Mert... Át... Törpét kihagyjuk, azt mondod? Nem, bent csak hárma, mi hárman, te, én, meg Nyuszi fogok. Felőlem, ahányan elférünk, bejöhettek. Szerintem jobban járunk, elézés. Hogyha nem lesz az egész olasz család. De, mert lesz kérdésem hozzájuk, és ahhoz kellene ők is. Ernő, mivel segíthetek? Nem látom, ja, itt van. Majd tudunk beszélni, hogy elintézi itt a pácienseket? Mi a probléma? Elintézik a pácienseket? Kicsit, de sérülünk több. Majd megbeszéljük. Privát ügy. Figyelj, 04-kor jött egy csipogó, légy szíves, menj ki arra, ez eszmélet erre, jó? Akkor megyek. Köszi. Jó, oké. Majd. Fogadd el. Mi? Jó beszélgetés nektek, na sziasztok akkor. Jó van, hello. Oké, szia. El most megsértődött? Nem. Van baj. Nem sértődött, meg azt mondta. Igen, gyere. A szihó az picit nagyobb. Na, itt vannak székek, nem tudok ülni. Köszi, csücs. Minek? Jó, utálok én magamért? Jó, oké. Pillanat, telefonálok, bocsánat. Félek, hogyha leülök, akkor az meg leüttök. Te miért? Te is? Miért jutnénk le? Szia, itt vagyunk az irodába. Várjál, ide tudok csücseni. Hopp! 2 perc? Jó, oké. Valjeli! Mindjárt megvárjuk Maxit, addig szeretnék kérdezni valamit, mert volt az egyik srácomnak valami incidense, támadása szerint asztékosokkal. Igen, ezért is. Valami anyázás volt a történetben. Mi? Valami autóval ment, behozta talán a kórházba, és... nem tudom, neki ment valaminek, egy patkának, vagy nem tudom, ezt ő tudná pontosabban elmondani, és akkor a vezetési stílusát valamelyikőtök anyázással honorálta. Ez a mi színünkben volt? Elméletleg igen. Nem én voltam! Hát azt mindjárt sejtettük, hogy nem te voltál. Hogyha rá tud mutatni arra, hogy ki volt, azt nagyon megköszönném, mert dolgot nem tolerálunk, és ez az anyázás, szerintem ezt aláírjátok is. Azt hiszem pont ez a srác volt, aki idejött. Ernő. Egy pillanat, Ferenc. Ernő, bocsánat, hogy feltartom a rádióforgalmat. A tegnapi incidens az asztékosokkal, az anyázós, az te voltál, vagy valaki más mondta nekem? Ó, akkor tényleg nem én voltam, mert tegnap nem voltam. Te voltál, vagy nem? Nem te anyáztál, hanem neked anyáztak. Sokolom. Üdvözlet. Sziasztok. Szép napot, Maximilian úr. Ja. Akkor nem te voltál. Hát, jó. Nem az Ernő volt, akkor más mondta. Jó. Mondom, most így szolgáld be. Ha meg lesz az, hogy ki mondta, akkor azt nagyon megköszönnénk, hogyha esetleg rá tudna mutatni arra a srácra, aki mondta, mert értelemszerűen lesznek következményei. Jó. Oké, mindenképp. Na, kezdhetjük? Kezdhetjük, igen. Akkor Matica, vezest fel egyszer, ha veled tárgyaltok. Hát, nem tárgyalás azért. Volt, inkább szembesítés volt ez az egész dolog. Uh-huh. Hogy tegnap előtti nap folyamán, ugye év végére a srácaink nyilván egész éves kiképzés alatt kicsit elengedték magukat, én is elengedtem őket. És tegyük föl, több volt a verekedés, mondjuk, hogy nem naponta kétszer kellett kijönni hozzánk, hanem mondjuk 15 percenként járt ki a mentős, úgyhogy mellette 9-10 ember volt szolgálatba tőletek, ezt onnan tudom, mivel voltam ott és láttam, hogy tázgattak meg faszom tudja, már pardon, bocsánat. És annál az esetnél volt az, hogy este fele volt egy verekedés, és nem tudtunk lábra állni, mivel én is részt vettem ebbe az egészbe. Uh-huh. És talán Balázs, meg Sárkány... Kop. Hali! Bocs, bezavarok, lenne egy helikopteres érkezőnk a tetőre. Adsz rá engedélyt? Igen, leszállt. Akkor szólok neki. Jó. Bocsi, folytasd. Semmi baj. És... ott közölték velünk azt, hogy miután elkezdtek beszállítani, hogy
ha több ilyenre kell kijönni, és hasonló esetekre, akkor abban a pillanatban meg fogják tőlünk vonni a TB-t, és ez a hír, amit mondott a Balázs kollega, az volt a Maximiliántől, ami lejött. Oh. Ez jött le, és jelenállás szerint én akkor eldurrantam agyilag, és közöltem, hogy a nagybüdös lófaszt, már bocsánat, ameddig úgy gondolom, hogy fizeti a család kettő részre a 2,5 millió havonta, úgyhogy ténylegesen minden hó 12-én legkésőbb ott van a pénz. Ha kisebb eltérés van, az ugye amiatt lehet, mert esetlegesen vagy mi nem vagyunk, vagy esetleg a mentőszolgálat oldaláról nincs olyan ember. De ameddig fizetjük, úgy gondolom, hogy az, hogy esetlegesen erre a kis időre 15-20 percenként jött ki egyetlen egy darab mentős, azért, hogy mondjuk összefoltozza a srácokat, mert fölsértették, és esetlegesen a fejükön valamilyen hámréteget vagy mákas, úgy gondolom, hogy nem kéne büdös lenni a munkának. És ott eldurrantam, és ott az egyik orvos kollega, a Sheldon volt az, aki... Ezt mindjárt kihozd, ja. Hát megszólt, hogy igazából fejezzem be ezt a hangnemet, de nyilván ő se tudta még azt, hogy mit... Sheldon? Ez nem az a Sheldon. Bocsánat, most itt közbeszólok, és kicsi lehet, hogy most szemét vagyok, de ez a büdös a munka, ezt nem szeretjük így... vagyis nem tudom, ezt így magamra veszem. Bocsánat, hogy ezt mondom. Én nem voltam ott, tehát én nem tudom, hogy történt az ominózus történet. Hallottam ezt az esetet, jelentették nekem, igen. Nagyon nem tudtam átgondolni, megmondom őszintén ezt az egészet. Maxi, te ott voltál, vagy volt valami, hogyha előkerült a neved? Nem, de én kianalizáltam ezt az esetet, mert az asztékosok is mondták, hogy mi volt a helyzet, akkor a miénk is mondták, mi a helyzet. Tudjátok, az a baj, hogy ha napjában 15-ször csak hozzátok kell menni, akkor nagyon leterhelitek a csipogónkat. Értitek? Ez a baj. Tehát oké, hogy ti azt hiszitek, hogy nekünk büdös a munka, nem, rengeteg az esetük. És hogyha meg nem érünk oda, akkor meg mi vagyunk megszólva, hogy nem megyünk ki. Félreértem. Hadd szólaljak meg, légy szíves. Én ezt nem feltétlenül így fogalmaznám meg, hogy büdös a munka, viszont hogyha a srácok annyira dőlnek és borulnak, hogy nem tudnak kocsiba ülni, akkor mit csináljanak, kúszanak el a kórházig, tehát hogy az sem megoldás. Nyilván, nem, ez jogos, hogy kihívjátok természetesen. Vagyunk. Tehát egy idő után mi is elfáradunk, meg a mi türelmünk is véges. Természetes, ezzel sincs. Én nem akarok senkit védeni, ezzel abszolút nem. De én úgy tudom, hogy kultúrált emberek vagyunk, tudunk úgy viselkedni, tehát oké, hogy volt egy kis engedd el a hajamat, de ezt is bizonyos keretek között, kereteken belül kultúrált felnőtt emberek módjára is el lehetett volna intézni, nem pedig így. Szerintem, ez az a én véleményem. Kiabálás volt, vagy mi volt? Micsoda? Kiabálás volt? Embereidnek mondjátok, ne nekünk. De kérdezem, hogy ti kiabáltatok velük, vagy mi volt? Nem, én emeltem meg a hangomat, miután ez megtörtént ez az ominózus eset, hogy azzal fenyegetőztek, hogy a TB megvonására kerül. És akkor se ordibáltam, nem kiabáltam, hanem felemeltem a hangomat. A TB csak akkor mondjuk értető, hogyha tényleg olyan eset történik, ami igen, azt igen, szóval ez nem egy indokolt eset, tehát Balázsral majd fogunk beszélni ezzel kapcsolatban. Igen, most... meg maximum annyi, hogyha már tényleg túlzásokba estek, akkor az ellátás már utána kiszámlázzuk, ennyi. De TB-t nem szoktunk csak úgy megvonni, szóval... Most pardon, bocsánat, és tehát oké, én azt a részét, elnézését kérem, hogy tehát közöltem azt, hogy büdös a munka, de nyilván, hogyha srácaink el tudnak jutni A-ból B-be, és mondjuk megverték őket, vagy én vártam meg, vagy Kufi, vagy bárki. Negatív, tárgyalok. És mondjuk lábra tud állni, vagy ott van mellette valaki, akkor egyértelmű, hogy tehát bejönnek, csak ugye azután, hogy mondjuk úgy verték meg egymást az emberek, szódás a lovát, mondd ki, hogy éppen csak eszméletükhöz tértek, és már vesztették el, nem tudnak mit csinálni. Uh-huh. És ugye... Én ezt is megértem. Szia, de András. Egyébként, hogyha ilyen dühöngő rohamotok van, most nevezzük így, arra ott van a gymnek a izéje. A boxring. És jó, akkor ez nincs nem boxolók vagyunk, jó? Nem ringbe verekszik. Néha van olyan, hogy összekapunk, és sajnos így tudjuk levezetni, kapunk egymár két box. Én most nem fogok mindig azért a gymbe bemászni, és ott verjek meg őket, érted, ez nem így működik, ezt te is oké, hát most figyelj, ez csak egy javaslat volt.
Az is megesik náluk, hogy mit tudjam én, például ma is megesett, hogy megütöttek engem is, simán van olyan, hogy én is felkapom a vizet, visszaütök, és akkor ebből lesz egy nagyon jó kis verekedés, ott már nem megyünk a gymbe. Termékmenedzser a lovat. Természetesen nem ezzel van, szerintem Maxi ezt csak egy felvetésnek mondta, hogyha azon találjátok magatokat. Kapogatok egy kis gömbére, csukorkát. Természetesen ezek a random verekedések is megesnek. A random verekedések. Sőt, tudok is egy másik családot, ahol hát elég sűrűn megesnek. Tessék? Rendszerint. Gondolom, tudod, Maxi, hogy kikről beszélek. Persze, hogy tudom. Oh. Kriplik? Ott folyamatos a verekedés. Nekik is meg... Tehát nekik szoktuk mondani, hogy most már léci, álljatok le. Megmondom őszintén, nem szokott olyan sok hívás kiérkezni hozzátok, és állandó jelleggel nem szokott, tehát inkább úgy mondanám, hogy azt kéne mondani, hogy megszüntetjük a TB-teket. Szerintem Balázs felkapta a vizet, lehet, hogy fáradt volt, lehet, hogy nem tudom, sokat volt szoliba. Megjött neki, igazából nem lehet tudni. Nem tudom. Meg fogom kérdezni, és elnézést kérek tőletek, hogyha ez így rosszul esett nektek, vagy esetlegesen azt hittétek, hogy most emiatt meg fogjuk szüntetni a TB-t. Ja, mi nyilván nem fogjuk. Azt, tehát, hogy mi azon filóztunk, hogy mi szüntessük-e meg, tehát, hogy mondjuk-e fel azonnali hatálya. Hát figyelj, ez tőletek függ. Igen, tehát... Én azt mondom, hogy most 12-ig van TB-nk, és addig átgondoljuk, hogy a következő havi egyetlen kell-e, vagy nem. Jó, nyugodtan. Ezt átgondoljátok. Ez a ti részetek, hogy szeretnétek-e vagy sem. Én nem tudom hangsúlyozni, hogy mekkora előnyel jár ez nektek. Nem akarlak meggyőzni, a ti dolgotok abszolút. De hogyha innentől kezdve fizetni szeretnétek minden ellátásért, részemről rendben van. De nekem már se ide, se oda. Én így is úgy is ellátlak titeket, akárhányszor bejöztök a kórházba, és minden kollégám ugyanígy fog eljárni. Van még valami, srácok? Igazán igen, van. Tehát hogyha esetleg bármi más egyéb probléma felmerült volna, mert úgy tudom, a tegnapi napon más probléma is volt. Igen, továbbra is mondom, hogyha megtaláljátok azt a srácot, aki ezt jelezte. Nem, azon kívül. Velünk? Ezt hát az átöltözős csávó. Igen. Na, én őt keresem amúgy, first off. Tehát, hogy én azt hittem, hogy ő anyázott be, de akkor valószínűleg nem. Akkor ez két külön sztori, mert én ezt hallottam, hogy valaki bejött igen. szerelőruhába, és utána felvette a mi színünket, és úgy ment el, szóval nagyon-nagyon mi? Szeretném kinyomozni, hogy ki volt. Ilyen én ezt volt? Hallottam. Én ezt hallottam. Ne, akkor ez egy harmadik sztori, amit én tudok. A hátizsákos sztoriról beszélek. Milyen hátizsákos? Mi van? Ó, igen. Ez jó. Hát... Kíváncsi vagyok most már. És akkor én is kíváncsi vagyok, hogy ez mi volt ez a... Jó, oké, osszuk meg. Jó, osszuk meg. Oké, jó. Na, tegnapi napon történt, hogy bejött tőletek egy srác. Egyre izgalmasabb. Nem tudom a nevét. Elméletleg Alvin volt, és utána beszélni a telepen akkor veletek. Akkor ugyanaz a sztori lesz. Igen. Fölhúzta a hátizsákot, kolorotokba volt, tetre, és teljesen ki volt akadva, mert az egyik mentős kollega mondta, hogy legyen szíves levenni jó, ezt a bazi nagy leg... hátizsákot, igen, mert... Igen. Az bocs lesz. Nem tudja. Az ellátás... Nem tudom. Túra hátizsákkal csak túra bocs hátizsák. De nem egy volt, ilyen nem vörös saja. Rasta. Valami rasta haja volt. Szépen. Rasta vörös saj. Nagyon szépen köszönöm. Oldalra van patszva, igaz? Így van. Hát, megölő. Igen. És hát panaszt tett a mentős kollégára miatt. Egy csúnyán beszélt vele. Mindegy, hogy mi az, hogy neki le kell venni a hátizsákot, és ez mekkora... Trauma? Nem tudom mi. Igen, mert hogy tele lehet a hátizsákja mindenféle jóval, és azt ellopja valaki, és hogy ez milyen dolog. Jó, ezt én kérek, mi kérünk én elnézést kértem tőle, mert hogy megmondom őszintén, olyan lelki, tehát ahogy előadta Maxi, te ott voltál, nem?
Ahogy előadta, igen, ahogy előadta, én full úgy vettem le, mint hogyha ilyen lelkis sérülést szenvedett volna emiatt, hogy neki le kellett venni, és hogy a mentős kollega megsértette az ő önérzetét ezzel. Ne bozsiteljünk már. Hát, mármint mondom. Csak nem lelkis. Ez így van. Igen, szerintem ő alapvetően lelki sérült, azért mondd ilyeneke. És hát, igen, vagy hát szellemi? Az szellemi egyik kollégára emiatt. Ne jó, és akkor mi a ti sztoritok, hogy most na, mi ugyanezt a sztorit úgy hallottuk, hogy bement szerelő pulcsiba, és már a mi felsünkbe jött ki. És hogy Alvin a telepen volt elvileg ezért szólni, és a szerelők meg csak így pislogtak, mint hal a szatyorba, hogy mi van. Mert ugye ők nem tudnak semmit. Tehát, ja. Oda lehet menni miattunk panaszkodni, csak két külön dolog. Aha, értem. És ugyanez az úriember volt? Igen, több mint valószínű, mert a két sztori nagyon-nagyon nagyban hasonlít egymásra. Hogy csak ébredjem fel. Ja, egyszer fel kell elkapjuk a grabancát. Maxi, tegnap együtt adtuk le a szolit, nem? Igen, igen. Emlékszel, hogy valaki mondta, hogy egy asztékos elkezdett neki az autóba anyázni? Mi? Igen. Az ki volt? Melyik mentős mondta? Mert ez akkor egy harmadik sztori. Mert Ernő nem, azt mondta, második, hogy nem ő volt. Ez volt az első. Tehát nem Ernő volt. Két sztori van. Egy akkor ápoló mely? Volt, csak nem jut eszembe a neve. Csé. És néma volt. Én már annyira hulla voltam akkor, hogy nem jegyeztem meg, hogy... Szerintem és ugye az? Nem tudjuk előkapani ezt a srácot, hogy mondjam valami a személyre írál. Még gondolkoznak a nevém. Mhm. Igen, a név nélkül. Gép, kérlek, gyere hátra az irodába. Aha, Gép, lehet, hogy Gép. Most már tényleg szeretném kihozni a végére járni ennek az egésznek. Gyere hátra az irodába, kérlek, ahol felvételiztél. Nagyon szépen köszönöm, Mihály. Mihály Szűrész. Kérlek, add át másnak. Azt hogy hívják? Köszi. Vagy bármit, azt hogy ejtik ki? Köszi, Ernő. Mihály Kúrás? Csak viccelek. Nagyon jó, nagyon szépen Sólikám, köszönöm a Super Matricen. Szegény. Juris. Szia, vagy Michael Curtis. Azonnal. Jogi, nincs baj. Köszönöm te szépen a támogatást. Napon, te jelezted nekem, amikor kiléptünk a Szoliból, hogy valaki anyázott neked. Én? Nem te voltál. Csuresz! Igen? Nekem nem anyázott senki. Ez kurva jó név. Milyen jó név? Csuresz. Én nem emlékszem ilyenkor rá. Ilyenkor meg senki nincsen, aki... Ez kurva jó, nagyon még, tetszik. Még J-re nem emlékszem, hogy valaki Csuresz. Ekkora jó név. Mi van nálad ott? És ez vezeték vagy... Ja, hát... Keresztnév nálatok a Csuresz. Megesik a legjobb Csuresz. Nagyon jó hangzik. Tök jó a csengése. A másik, akire tudok gondolni, az J. Csuresz, mekkora jó. Ez nagyon tetszik. A CMS-es csávunk. Szolgálatban van? Tudtam, hogy igen. Vezeték lév a Csuresz. Én láttam. Jay, itt vagy rádión? Hátra tudnál jönni esetleg a CMK-ba az irodába? Léci. Akkor csere vissza, és kérlek, te gyere. Köszönöm. Köszi. Köszi, Gép, köszi. Szia. Veszerek. Ilyenkor meg már nincsen gazdája. Hát persze, szarnak bajnak nincs gazdája. Ez mindig így van. Igen, az a baj, hogy az SOS meg a CMS is itt van nálunk álladóan, azt keverjük, az ez volt a fazonnal. Hát de... Fogsa. Mi a fasznak akkor három kórházépület? Pont azt ez egy jó kérdés. Általában átszoktuk venni a... Na, szia, Jay! Te voltál az, aki tegnap mondta, hogy elkezdtek neked anyázni? Igen. Ah, köszönöm Istenem, jó. Megvan. Oké, okay, megszültük. Jó, ki de volt az? Én ezt egyszer mondtam a rádión. Nem tudom, melyikőtök volt az. Most ezt látod itt esetleg? Három voltak, azt tudom, és egy nagy kocsiba. Akkor kocsiba az megvan. Ki? Szerintem sasnak. Tudom, mi voltunk. Tudom. Na, meg, hát mindegy, akkor törtem. Mi jöttünk én... be esetről, vagy igen, rockról? Igen, ugyanezt akartam mondani. És a kollégának
pattant. Várj, Pufi, várj. És valaki küvöltött, hogy kurva anyádat, mit csinálsz? Várj. Ez olyan sasra akkor nem ez biztos, a mondat szállt ki a kocsiból. Mert volt egy ugyanilyen eset, ott voltunk a Pörsznél, a Pörsz bejáratánál. Nem, ez nem a Pörsznél volt. Akkor nem, jó, csak mert akkor is téged láttunk, és lehet, hogy akkor valakinél elszólalt, mert én biztos, nem, hogy nem mondtam, hogy csak vagy rossz, nem vagy csak... Be, igen, akkor jó, nem volt. De az nem, ezek nem ti voltatok. Jó. Nem tudom, akkor a rendőrséget jöttünk el, és a kollégán kicsit megpandott a szeme, és valaki kikiabált, hogy mi a kurva anyádat csinálsz. De úgy, hogy és aztékos volt, biztos? És aztékos volt, aztékos kocsival. Az a milyen az aztékos kocsi? Ugyanilyen, mint az űrruhájuk. És három aztékos ült benne, ketten elől egy hátul. De milyen típusú kocsi volt esetleg, azt nem tudod? A városi, ilyen nagy dög, ilyen... Hatszor? Nem. Contender? Kamacsó? Nem kamacsó, annál még kamacsó. Nagyobb. A Contender? Szerintem ezért nem Szent Kingre gondolsz? Az, Szent Platósifa. King. Szent King-e kinek van közül? Szent King, valaki jött be vele, három ültek benne, azt tudom. Esetleg, tehát a ruhát láttad, hogy... Hát, hogyha ilyen ruhában volt, akkor... Ilyen púcsú volt rajta, mint rajtad, ez az ilyen bomber. Az baj. A két elsőn ilyen volt, a hátsót nem láttam. Uh-huh. De máson nincsen olyan. Csak matricán, meg dinnyén. Igen. De dinnye az ma volt ébren, nem, tegnap szerintem nem volt ébren. Nem, nem tudom, hogy ilyen áztékos ruha volt rajta is. Ez lehetetlen. Piacról vett. Szent King srácoknak meg nincs is, vagy nem láttuk. Nincs Szent King, nincs. Nem is használ. De még a Contender lehet, és az hasonlít a Szent Kinghez. Igen. Is, nem tudom, platós volt, nem az a... Az Contender. Kurva nagy kerekei voltak, vagy ilyen... Az nagy kerek, olyan hasonló zorra, mint a Szent Kingé. Akkor az Conti. Jézusom, hát én ezt nem tudtam volna beazonosítani. Megoldjuk, nyugi. Jay, várj, ugye nem arra, ugye ez nem az a szituáció, amikor a Pörsz előtt voltunk, és csak egyedül voltak. Nem, volt ez nem az. Jó, csak biztos akartam. És a Raptorra jöttünk befele. És ez hol volt pontosan az a szituáció? A CRFK kanyarba, abban az ilyen esőlakú kanyarába. Tehát még városon belül is. Igen. És nem biztos egyik se hasonlít rá? Nem. Azt tudom, hogy hófehérhaja volt az egyiknek. Az megmaradt, hogy hófehérhaja. Aki elől ült, annak hófehérhaja volt. A szemüveg volt rajta? Azt nem láttam, mert mi is ugye jöttünk befele. Azt nem láttam. Jól indulunk. És ez volt az utolsó info, megmondom őszintén azután, hogy hátizsákos sztori, meg milliószor ki kellett menni, és akkor utána ez az anyázás, és akkor így azt mondtam, hogy jó, és itt tettem le a sztolit. Igen, várjunk. Mind a ketten. Ezt most jól értem, hogy az a problémakör, hogy két külön sofőr ment egymás mellett, az egyik vezetés technikájával gond volt, és a másik dühedelmébe elordította magát, és anyázott. Igen. Ne vicceljünk már. Az anyázást azt tétük ennyire, de azért ne vegyük már azt ennyire komolyan, mikor az előbb egy konkrét dologgal bejöttünk, és át lett hárítva. Ne Balást vegyük már elő. Az előbb hozzá akartam szólni, csak már átmentünk a másik témakörről. Nem, Balázs nem azt mondta, hogy elveszik a TB-nket, hanem a kórházi vezetőség mondta, hogy el fogják venni a TB-t. De ne ki? Kórházi vezetőségtől ki? Azt nem tudom pontosan, kit mondod, de nem, ő teljesen mondta, hogy amúgy megérte a mi szitunkat, meg nem akarja ezt, hanem a kórházi vezetőség mondta ezt. Tegnapi ott voltam, Alvin. Ott ültem ugyanúgy Balázs mellett. De nem hiszem, hogy mondta Alvin. Úgy szólt el ez a mondat, hogy ha nagyon sokat kell kijárni, úgy, ahogy mondta Balázs, hogyha nagyon sokat kell kijárni esetre, vagy ez az 5-10 percenként, akkor, és Maxi mondta, de Maxi nem ezt mondta, hanem azt, hogy akkor ki kell fizetni. Ki lehet a kiszállás, igen. De ezt egyszer neked mondtam már, Maxi. Fölösleges csipogónak a terhelése. Igen. Jó. Ezért jó, hogy bejöttök és megbeszéljük, megmondom őszintén. Volt már rá példa. Meg azt is nagyon szeretjük, mikor innen a kórházból küldik a csipogót. És akkor még azzal is terhelik a mi rendszerünket, és akkor már nem tudjuk, hogy hol vannak, meg teljesen el van veszve az összes egységünk itt is, meg ott is, mert szanaszélyekkel szaladgálni folyton a csipogók miatt. Úgyhogy ezért, igen, volt már rá példa, hogy ki kellett számláznunk. Jó,
Tudtam már nektek még egyszer sem fordult ez elő, ha jól emléksz. Nem, amióta nem. Én itt vagy. Igen. Jó, az anyázásnál, amit Doki jelent mondott neki, nem tűröm, én személy szerint nem tűröm. Ha még idegesen mondja, akkor sem, mert hogy most ideges azért, hogy nem. Ha megtudom, hogy ki anyázott, azt nagyon-nagyon, nem mondom, hogy, de nagyon-nagyon meg fogom büntetni. Nem tűröm senkitől, és senkinek, hogy másik az anyját szív. Ez nem így működik. Leszarom, mennyire ideges, leszarom, mennyire fáj a lába, ilyen nincs. De az már megint már, tehát én nem azt mondtam, hogy nem kell vele foglalkozni, mert tudom jól, hogy ezt utáljuk és nem hagyjuk, de nem célzottan nekik szólt, nem célzottan a mentő szolgáltnak szólt. Érted, miről beszélek? Értem, miről beszélek. Nem, ez csak egy szolgáltban lévő mentősnek. Értem. Igen. Bárki más lett volna, ugyanezt történt volna. De tehát teljesen senkinek, de most legalább tudunk róla. Tehát, hogy nem, senkinek nem fér bele. Ne haragudj. És most tök mindegy, hogy mentős volt, vagy nem mentős volt. Érted? Itt nem a másik fél mi voltával van baj. Én sem vagyok egy szentlélek, ezt itt tudjátok legjobb, de nem, ez kurvára nem fér bele. És már elnézést káromkodunk, de fel vagyunk basz. Semmi baj. Nyugodj meg. Káromkodás segít a stressznek az oldásában. Jó, beszélünk a... azzal idiótával a hátizsákkal, azzal fogom nagyon verni ezt a garantált. Azt fixem. Szia Zsoltikám! Majd be fogsz szépen jönni elnézést is kérni, azt én garantálom. Jó? Lehet, hogy bicegve. Ellátjuk csak. Legalább pulzusra legyen jó. Pulzusra lesz, ígérem. Matica nem ígéri. Ezt az anyázós dolgot szintén orvosolni fogjuk. Jó? Viszont én annyit kérnék, hogy ha esetleg rólunk van szó, és valami van, akkor ezt, hogy te például te tudod a számomat, légy szíves, egy SMS vagy bármi, jó? Jó, figyeljetek, eddig megmondom őszintén, nem volt veletek semmilyen konfliktus a kórháznak, nem volt soha semmi, mindig tisztelettudóan beszéltetek velünk, és tehát nem volt eddig semmilyen. Tegnapi nap történt ugye ez a három eset, és akkor így én mi történt veletek, vagy nem tudom, tehát furcsáltuk ezt az egészet. Ennyire azért nem engedtük el a srácokat. Tehát semmiféleképpen ennyire nem engedtük el. A rendetésig volt. Ugye rendetésig, de akkor is oké eset lesz. Azt most megmondom. Igen, lehet, hogy ők kettő. Most már nyilván nem azt mondjuk, hogy mint a hímes tojás, úgy kell velünk bánni, mert tehát nem az, csak tehát, ja. Ja, meg ne a Cripstől tudjuk már meg, hogy ti kerestek minket, vicc. Mi? Hát, ez így van. Hát igen, ez a Cripstes. Srácok, tervesetleg ma estére, hát, valamit mind van. Mindjárt mondom. Én vagyok. Nevét tudjátok esetleg? A Szevír család sarja. Ketten itt vagyunk, hogyha kell ember, akkor tudunk akár bankra, akár hívott fel engem, hogy keresett éppen a Alvin minket. Az én vagyok az apja, kettő ugye? Vagyunk, az én nem az apja. De nem hatalmazza az fel, hogy bármilyen ilyen mentős információt kiadjon. Akkor a Cripsesekkel is fogunk beszélni egy kicsit. Most nézem, hogy fenn a falon az óra pontos időt mutatja. Nem tudom egyelőre. Annyit mondott nekem telefonba, ott kézzélni a profi kézműves munka. Alvin megkérdezte állítólagosan a lányzót, hogy van-e valami munkat. Azért mondom, hogyha az úgy jó, simán akarok a keresztül. Szia, Barogó! Engem felhívott azzal kapcsolatosan, hogy megadhatja az Alvinnek a számomat esetlegesen, csak nem voltam a városban, és nem láttam fel így a telefon. És van, mindjárt kérdezem tőle. No problem, intézzük ezt a részét is, jó? Jó, elintézzük. Ó, a Zombár nevezetű játékot nemrég megvettem Oculus Questre. Na, én úgy gondolom, hogy sikerült mindent és megbeszélni, szuper új sikerült közös nevezőre jutnunk. A ti részleteket... Most mondjátok, ha még van valami, ezt... Most igen, bármi igen. Óhaj, sóhaj, akármi. Inkább nem mondom. A kúpozásból elég legyen, és ezt most poén nélkül mondom, jó? Senki de mióta nem kúpozunk? Mi most, amikor voltunk itt, te három napja boxoltunk a gymbe, a Pufival, azt akkor is kupóni akart a faszit. Kicsoda? Ki nem tudom, valami ikhaj volt. Nem utogass hát nem a maxi, nem utogass. Pufi, rádióba beszélj egyet. Meleg vagy.
Tett ki a vetés. Te meg Volpi kettő másik, de nárok, hogy nem emlékszem a nevükre. Kivezesd le a kupozásnak a kezdését, mert nem fogják érteni, és az orvosi dolgokat nem fogják érteni, hogy ezt miért is csináltuk annó. Tehát a lényeg, tehát ez a végbélen keresztül oldódó gyógyszer a hivatalos neve, ez mind-mind azért hasznos, mert a narkotikumnak bizonyos csoportjai nem csak vérben oldódnak, hanem zsírszövetekben is. Na most ezeket a zsírszövetekből a narkotikumot nagyon nehéz eltávolítani. Ez több hét kell, igazából több hetes kúra lenne szükséges, de azt egyikőtök se vállalná be szerintem. A vérből ki tudom tisztítani transfúziónak a segítségével, ez azt jelenti, hogy kicserélem a fertőzött vért friss vérre, valamint felhígítom azt egy sóoldatos infúzióval. A végbélkóknak pedig az a nagyon-nagyon nagy előnye, hogy nem vérben oldódó gyógyszerről beszélünk, hanem a zsírszöveteken keresztül jut el a sejtekbe, és úgy fejti ki a hatását, és úgy hat az idegrendszerre. Tehát ez is egy teljesen normális orvosi eljárás, de mivel nagyon-nagyon panaszkodtatok, hogy egy kicsi végbélkúptól, mert tudtommal nagyobbat szoktatok kakálni, hogyha minden igaz, ezért transfúziós eljárásra alkalmazunk mindenkinél. Mondhatom? Mondjad. Nincsen itt semmi baj a kúppal, csak baszki, nem egy kibaszott gym kellős közepén kellene, hogy a seggünkbe akarjanak matatni. Az emberi méltáságunk hol a faszomban van, amikor a kockatér kellős közepén akarja a seggembe bedugni azt az icipici kúpot. Hát ne haragudjon, de tudja, hogy mit dugjon hova akkor. Ha itt bellennénk, mondjuk négy fal között, a kutya le nem szarná, hogy bedob egy kupot. De most az én seggembe ne turkálja, hát lehet, hogy ott lenne életem szerelme, érti? Azt nézni, hogy éppen a izébe, ott kutyába rakják belém, bazd meg a izét, a kupot. Hát szarom én le a zsírszöveteket, tehát azért hagyj maradjak már férfi mindenki előtt. Már elnézést a stílusi. Nyugodtan, ezért vagyunk. Teljesen mindegy, a kupozást elengedtük. Tehát így egy kicsit hosszadalmas a történet. Okay. Meghosszabbítja az eljárásnak a menetét, tehát arról a kemény 5 másodpercről lesz fél óra, 3/4 óra egy eljárás, tehát megteszünk a betegekért mindent, hogy azért a közérzetük meg a férfiasságuk megmaradjon. Ez a kupos az azért van, mert hogy be a drogot fogyasztunk is azért. Természetesen. Milyen a megoldás? A legegyszerűbb megoldás, megkérdezett, hogy fogyasztasz a drogot. Nyilván, ha azt mondja, hogy nem. De megír, akkor mit csinál? Egy, kezdjük a drog. Kettő, ha mondja, bevallja, hogy igen, tényleg fogyasztasz a drogot, akkor viszont nem kúpolni kell a macekés sózatot, lefekszetett 10 perce, amíg lecsöpök, és ennyi. Nem neked, nem az a dolog. Jó, ezt mondtam el. De akkor meg még kell kúpolni. De ezt mondta röviden. De akkor meg ezt kell csinálni, ezt ki? De Pufi, most mondna. Most vezette le, hogy a kúp helyett van a transzfúzió, ami meghosszabbítja az időt. Igen, de ő meg úgy mondja, hogy basszus nem kúpolhat, akkor meg a hosszú lesz az idő. Szerintem sokkal jobb az, hogy befektetsz oda az ágyba, kicsit beszélgetünk, kimégyezt viszont, szerintem sokkal jobb, mint az, hogy felnyomsz egy kúpot a senkünk. Hát figyelj, ez kinek mi? Ez időarányos, nem mondom. Én szeretem a kúpot. Na, kenyér. Na, vannak ilyen onális fixációk, meg vannak, akik azt szeretik, hogy a csaj kinyalja a seglukát. Jó, mindegy, tehát engedjük el. Csak az ideg végződés. Én elmondtam, hogy ezt egy teljesen normális orvosi eljárást, ti nem akartok ezzel azonosulni. Hát, innentől kezdve már rátok van bízva. Tehát az, hogy narkotikummal van szennyezve a vértek, az nem a mi felelősségünk. Mi csak megpróbálom meggyógyítani titeket a lehető legszakszerűbb módon. És ezzel a mi szabadidőnk megy el, hogy a szakirodalmat böngészük, hogy megfelelő ellátást tudjatok kapni. Tehát ezért ne legyen megkövezve senki. Jó, ezt tudnánk húzni, de inkább nem húzom, mert látom Nyuszi arcát. Köszönöm. Jó.
Sütit el kéne írni egy Andrea, csak az a baj, hogy ezt nem nagyon engedi. Ez a Süti, nem is vágom. Popsikátba matatni, jó? Nem csak nekem, a többieknek sem, mert ők is rám vannak. Abszolút nem. Amúgy volt egy olyan hét, amikor nem voltak hajlandók a srácok bejönni a TMK-ba, mert mondták, hogy ők biztos, hogy nem kapnak kúpot. Csak mondom, hogy inkább meghaltak. Igen, meg akartak seggezni. Ja, mondták, hogy ők a placon inkább elfekszenek, és köszönik szépen. Kedves egészségükre. Az már nem a mi felelősségünk. Saját döntés, szabadon. Maradt neocitránunk? Nem leszünk így jobb. Menjünk szerintem. Nekem szimpatikus ez az ajtó. Mindenkit ellátunk, de az orvosi módszerek között megbeszéltünk mindent? Jó. Nem kapjuk egyiküket, bárkinek bármi egyéb. Hogyha ilyen problémát tudom. Itt vagyunk már, Kutna, most fordultunk fel. Szerintem nincs más. Jó, oké, és rendben. Úgy fordultunk fel, hanem hogy... Köszönjük szépen, hogy eljöttetek. Köszönjük szépen, hogy meghallgattatok minket. Két csávó jelentkezik fog a elnődéskérésért, ha megtalálom őket. Hát... Szia törpe! Menj el, hölgyöm! Szívem! Köszönöm szépen, milyen kis irodalmas. Menjetek. Jó, akkor... Oké, csak jön majd le, oda kéne majd neki adni, jó? Köszönjük el. Kirágod magam? Kirágod magad? Szét harapom a kvincset. Várjál, jövök. Értek. Puhi, vetődj rá az ajtóra, hát a kinyíli. Eszti, a Sütit valaki így hívja a Szeron. Vigyázzatok magatokra, sziasztok! Írtam Biginek, be fog jönni. Megbeszéljük fel ezt az egészet. Rosszul futok. Na várj, vagytok? Mi újság van, srácok? Jó, vagytok? Minden rendben, köszönjük. Most kérdezik, hogy Nem, meg vagyunk. Egyre szerintem. Vigyázzatok magatokra. Egy kiló frontin, az kéne. Koleszterin van. Na jó, vigyázzatok magatokra. Jó, az a probléma amúgy. Á, majd Retika úgyis elmondja szerintem, de megoldottuk igazából. Akkor örülök nektek. Jók legyetek, sziasztok. Elhagytok, fiú. Majd felsz. Sikerül? Sikerül. Ne. Most még én vagyok a béna, látom. Hát, geci. Simpadok. Fú, a végénél megint átgondoltam, hogy kellene nekünk ez a TB. Mert amúgy olcsóbban kijönnénk, hogyha mindenki magának fizetné, csak mondom. Én akartam mondani. 12-ig még át tudjuk gondolni. Jézus. Most érted, aki nagyon-nagyon sokat van ébren, az úgyis köt magának is személyre szabott TB-t. Azt hiszem az olyan 100-150 ezer körül van, max 200. Most hát, szerintem az egy olyan... 10 ember, még az így is 2 millió, érted? Szerintem keresek itt a srácaink, hogy az a 105 ezer csúri nem passzál be őket. Havonta. Gazdag egy szitium. Elnézést, Telekom. A szuper internet milyen. Na, hívhatjuk a mentősöket. Ne, át nem menj rajtam. Át nem menj rajtam. Várjál, hozok egy kúpod. A rákos fa... Jó, olyan meg. Nekem ne hozzá semmit. Jó, hogy nem anyázott. Hívjuk Mosszbertet, hogy adjon neki egy kúpot. Róka rádió, szervusztok. Cső Róka! Kérem. Ha. Jaj. Fészkemnél mi a szív és a száma? Fúzusom! A sarsanyázat. Ebben a vacsadjon. De hát akkor valószínűleg addig volt itt. Csak mondom. Bocsot, agyonverem, az fix. Ja, hát ez biztosan. Mi van más sason kívül, akinek ilyen vérhőmérséklete van? Van, bőven. Van. Igen? Sok a szőke cigá? Azt hiszem csak neki van fehér haja, nem? Az csak egy kifejezés volt. Nem mondták, hogy szőke beszélt, volt. Vagy csak tátikáztál? Nem, nem beszéltem. Ja, jó van. Csak tátikáztál egyet. Megesett. Geci... Ja, ó, majdnem. Mi az? Semmi. Ne egyétek már nyilván a speedet, bazd meg. Hát majd megoldjuk. Mi baj? Akkor nem viszek hangárra a speedet, jó rendben elnézést. Miért viszel hangárra a speedet? Miért viszel hangárra a speedet? Gyorsabban tudjam elvinni egyedül. De sose sikerül, szóval igazából lényegtelen. Ez vidd el gyorsan, jó? Áááá!
Wow! Damn, bitch! Hangára speedet vinni, bassz meg. Picsárugat tör. Hát, egy gyorságváltással ki tudok szedni egy egész oldalt. Nem érdekel, ne vigyél speedet, mert drága, bassz meg. Amúgy se tudsz gyorsabban pakolni a speeddel sem. Nem, csak futni gyorsabban tudom. De egyébként kis talán gyorsabban pakolnál speedezve. Ja, gondolj bele, ott pörögni. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10! Így. Go, go, go! Múltkor annyira ideges voltam, hogy majdnem megfogtam azt a dobozt, és beleborítottam a táskába az egészet. Édes Istenem. Most, hogy találtam, mehetünk is vissza. Menjél, kérjél Maxi bácsitól egy kúpot. Úgyis drogoztál már, nem? Én átmegyek a takóba, eszek valamit, meg kulázok. Valaki? Menjél. Nem. Hát jó, ma. Akkor megyek magához. Nem lényeg. Nem se vették el a múltkor, amikor elkapcsolatos beszélgetés után egy... Menjünk egyel följebb, ne zavarjuk a többieket. Nem gyerünk el. Kérjél kúpot! Ennyi. 10 percet a kórház, hogy gondolod te? A kúpát bevinnye téged is az éjt. Nyomik. Pam 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 pam. Nia. Szeva, mi a helyzet? Boldog karácsony. Nekem is boldog karácsony, semmi nagyon meg. Meghalok, dió volt. Hát csak gondoltam, felhívlak, hogy hogy telnek az ünnepek, meg ilyene. Nem találkoztunk ott a otthon. Mozgok, megyek balra, jobbra, minden. Na jó, teszem. Vág ossza? Na jövő, mert kisebb privát dolgom akart, meg minden. Ó, értem. Kell bármibe segíteni, akkor szóljál. Segítek, nyugodtan lecsavarom bárkinek az órát. Egyedül meg tudom intézni, csak annyi, hogy hogy mondjam, bátyámnak segítek dolgokba. Kéne dolgokat elintézni, mert ja, akadt egy-két dolog, amire főleg kaptam, és ja. Mi van Zero-vel? Mit kell nála intézni? Nem, neki akarok valami meglepít csinálni, azt ja. Ja, meglepít akarsz neki csinálni? Mm-hmm. Ó, és mire gondoltál meglepi alatt? Valami kocsira meglepem őt, vagy valamivel, nem tudom még pontosan. Ja, az kedves lenne tőled. Hát, Balondhugától az több ő el tudná fogadni. Összefutok vele, meg minden, és ja. Na, szuper. Jó van akkor. Vigyázzál magadra, bármi van, hiány nyugodta. Hát leginkább írni fogok neked, mint hogy hívják, mert sose lehet tudni, hogy mikor van dolgod, meg minden. Avonatom a jogsiratba. Jó, ha írjál akkor, az a legjobb, úgy biztos erész. Na jó van, puszi, na! Szia, szia! Ja. Hallod, egy darab autó nincs. De itt vannak a Supra, a Ford Mustang. Hol van az a nagyon jó Sotaro? Sotaro főpublikban van. Na várjátok, akkor kiveszek innen valamit, amit nem használok. Mondjuk a Mustangot. Nem ismerek belegondolni, hogy a drift autó hóba hogy megy, de most kiderítjük. Oké. Okay. Nem a izé van bejelölve. Burgerbe elnézünk akkor. Tényleg ma lesz a klub, az csütörtökönként van, úgy tudom. A csütörtökön megyünk. Mikor van csütörtök? Na várjatok most. Még mielőtt jól beígérem magam a szilveszterre, szilveszterkor például nem. A 29, az sima. Csütörtöki RP megint rövidítve lesz, és nem lesz pszichó. Szerintem azt nem rövidítjük, mert akkor pszichó is van, és a pszichó az fixen levesz több időt. Azért azt nem rövidíteném. Meg aztán jövőre úgy is, hogyha megszavazzátok, akkor átalakítjuk a teljes mi az menetrendet, és felesleges időn akkor már elvenni. Csak ma még úgy voltam, hogy ma még azért megtolnám azt a huntocskát. Vágod?
Na nézzük csak. Ma lesz hunt is? 8 órától hunt, showdown, így van. Tényleg átrakta megírni, hogy tudjak így vezetni. Kell keresni egy-két rendet? Azaz! Kezünk a placra. Kéne valami... Ú, nincs maszkom egyáltalán. Ez egy rendőr? Nem. Azt hittem rendőr. Jobbra van egy maszkos. Azt mondja, hogy maszk. In the midnight hour, she cried more, more, more. With a rebel yell, more, more, more. Most szopadsz egyébként? Ez egy az egybe a fekete koponyának a maszkja, ami régen nem volt. Felháborító. Ez felháborító. Jó, ez van más színbe. Pont szőkében nincs. Ezek barnában meg vörösben van. És a nagy bajusz, az nagyon jól mutatna szőkébe. Ez egyébként egész szőkés. Ez az. Ez az. Így már jó lesz. Kéghetjük az esztit. Na, írt a Telekom, hogy felrobbant az internet? Holnap reggel 9-kor vizsgálják ki. Jó van. Balra hallok szirénán. Most már jobbra. Üldözés van egyébként. Adom nekik az erőt.
Én vagyok a háttérzenénk. Egy kicsit rossz volt a szemem. Én vagyok a csávó, aki nyomja a tubát a kövérnek, tudod. Halljátok, bogos. Mondják. Ennyire unatkoztok. Most jön ki szelverről már. Gondoltunk egy olyan meredeket, hogy mi lenne, ha elmennénk a hegyekbe offroadozni közösen, ha van kedvetek. Amúgy én arra gondoltam, hogy felkúszhatnák a hegyre. Mi a fasz? Szerintem most azonnak. Tele gondcsira felkúszhatnak. Te innen a városból. Tőlem, ha nektek van annyi türelmetek. Kelmes egy állat vagyok. Hogy kössük össze a kellemest a hasznosod, aztán aki kúszni akar, az felkúszik, aki meg nem az felhozza az autókat, hogy le tudjuk hozni az embereket. Nekem az is jó, előtte meg végig megyünk itt a hegyekbe mindenhol, és úgy megyünk a Moncsi fele. Vagy mit szóltok egy bunker? Ránéztünk ma. Maradjunk annyiban, hogy abszolút. Szerintetek? Többet kell járni a 4-es 6-oshoz. Mi? Ez mi megpróbál elmenni? Egy meredeket, tehát sajnos a Mocsili járdon. Például Zsornak jöttan ember. Mi csináljon meg? Én csak adom a zenei aláfestést. Igen, illetve Diónak például ki kellett dobni hát, egy hideri, ajde, húzodjon például a ruháját. Csávó, nem aprózzál. Szia! Cső, váz! Azt szépen, hogy gondoltam, adom a zenei aláfestést! Nyomod! Köszi! Rogga, buci! Én épp egy üldözésnél megyek az üldözött autó mellett, és nyomom a zenét a rendőröknek. Én fémhulladékozok. Nagyon szereti. Telepesek, akik mindkét oldalt vannak, amiatt, hogy esetlegesen összeszokjon az a két csapat, amire egyébként mindenki vár, az jöjjön már haza. Tegyük félbe azt a fémhulladékozás, meg a gumbot. Kripszes volt, veszített, ráesett egy karácsonyfadísz, jövök haza. Lehet mégsem jövök haza, rám álltak a rendőrmotorok, nem tudom miért. Nincs nálam semmi, csak telefon meg rádió. Jó, gyere be a prazba és megbeszéljük velük, hogy mi a helyzet. Nem bántam. Nem kell, lerázom őket, imádom. Nem tudod lerázni, mert bal faszba. Dehogy is, ha izével megyek Sotaróval.
Meg vagy még, buci? Meg vagyok. Nem adja fel az egyik motó, de én hármat már leráztam. Lasszunk el a Tyrant autó, mi? Nem tudom. Vagy nem kell meg kaliter. Rendőr motor is van. Na a rendőr motor az volt, de most már leráztam az összesen. Főpúv irányába elindult a Mercedes AMG meg a motor. Na. Rajta már nincsen senki, rajtatok még van. Mármint, hogy otthon van még valaki. Bigiék mennének be beszélgetni veletek, jó? Matrica, Pufi, nyúl, valamikor. Ez mi ez a hely? Milyen transformátorok vannak itt? Ezt nem ismertem, ezt a helyet. Na jó. Hú, hát annak nem túl jó a szeme. Két karácsonyi autónak. Jeleztük nekik, hogy így amúgy, srácok, erről ti egyáltalán miért tudtok? Tehát, hogy így a mentősöknek már ugye elvileg nekik kikot kéne tartani, meg ilyenek. Csak egy telefonszámot kértek elvileg, én úgy tudom. Én tudom, kért a saját édesapám telefonszámot vezetőséghez, asztékhoz, mondom, nem tudom, nekem tudtam, mert matrica vezető, mondom, csak neki van meg a telefonszáma. Janetnek három szám is megvolt, mondom. Igen, csak Janet utána jött rá arra, hogy neked te vagy a Nyuszi, gondolom, mert te vagy az egyetlen nőcét, vagy Nyuszinak megvan a telefonszáma. Jó, szép és jó, de ugye egyikőtök sem vette fel, onnan ed is felejtődött a téma, Matrica hívott később, és annyit mondtam Matricának, you just assume by gender. Fatter valami kórházi tudszal akar veled beszélni, kész. Semmiről nem tudok, semmi konkrétumról, azért apám nem olyan hülye, hogy bármit is eláruljon. Szerintem nem tartom butembernek, csak én nem értem, hogy ez most így hogy jött nektek. Úgyhogy reggel felhívtam az egyikőtöket, mert keresett kurva sokszor, tehát 8 nem fogadott hívásom volt, és rögtön azzal kezdett, hogy Janet keresett titeket. Fogadjunk, hogy a papucska volt. De akkor csak beszéltél valakinek? Nem, papucs az ott volt végig velünk. Én nem köptem semmit, hát ennyit mondtál, nem is tudunk semmiről. Ezért mondom, hogy azt sem tudom, miről akartak velük beszélni. Megapok egy gamer vitamin. Nem mondtak igazából semmi konkrét. Hát, semmit nem mondtak, de hogy mondtam. Ja, bocsi. Nem, tehát egy alap esetben... De csak annyit mondtak a srácaim, hogy kerestek a kórházból. Hm? Nem mentünk el enni egyébként, ez megvan. Csak elmentünk trollkodni. Akkor igazából trollkodni. Nem értettem a problémát, mert nekem már úgy estek nekem a kórházba, hogy jó lenne, hogyha nem a kripszeseknél tudnák meg, hogyha valami probléma van a kórházzal. De hát semmilyen problémáról nem tudunk, csak annyit adtunk át, hogy kerestek titeket. Nem, ezt a kórház tudta fel, amint ismételtem. Annyit mondtunk most, hogy jó lenne, hogyha minket hívnának, hiszen egy másik, harmadik féltől kell megtudnunk, hogy amúgy akarnak velünk beszélni, mikor a vezetőjük, a igazgatóknál, vagy ki a faszom ők. Mindegyikünknek megvan legyen a szám, és mindegyikünk el tudna érni, ha felemeli a telefont is idősebb. Most nem volt, hogy tibásak, ezt nem kell félreérteni. De nem, csak azért mondom, hogy nem értjük a szituációt. Úgy estek nekünk, hogy
gyakorlatilag úgy jött le ez az egész nekem, hogy mi kavarjuk a szart felétek, hogy nem, információt adunk ki, amiről igazából nem tudunk semmit, mint kiderült. Nem, itt azon basszuk fel magunkat, hogy miért nem ott van a igazgatóknál az összes szám, telefonszám, el tud érni minket. Azt nektek szólnak, vagy én már nem tudom akkor mi volt, és ti szóltuk, hogy olyan, amúgy keres a kórház, és ezt tőletek tudtuk, meg tudomásom szerint nem is az orvosoktól. Hívtak titeket, csak hogy... Hát mert a nem fogadott hívásokat nem jelzik ki a telefon, tehát baromira nem látott, hogy hívtak-e vagy nem. Maszkit ha csak nem nézed meg. Hívtam Janet is, hívtam meg Nyuszi, téged is hívott. Janet nem hívott előtt. Engem hívott a Janet, megnéztem utólag. De én fix hívtalak, engem vissza is hívta. Meg tudtam, hogy téged is hívott, de mindegy, Nyuszit hívta, az a lényeg. Engem hívott, csak én nem voltam. Jó, csak nem akartam ezt, hogy ebből probléma legyen, mert nem értettem ezt az egészet. Azt mondom, meghallgatom a ti részeteket is, hogy tiszta legyen, de akkor nincs probléma, azt gondolom. Elviccelj, mert öreg, nem. Most azt, hogy jó, csak hogy mi a fasz volt. Ez megint fő lett föntről a mentősüktől fújva egy picit, azt érzem így utólag. Csak a szokásos. De jó, mindegy, akkor elértétek, gondolom, hogy ti is beszéltetek velük. Ja, megoldott úgy, csak mondtuk nekik, hogy úgy ott vannak a telefonszámok, hívenak már minket, és nem egy harmadik embert is, hogy legyen a postás, mert szerintem nem vagytok postások. Ja, persze, világos. Csak nem akartam bejönni a nélkül, hogy valakinek szóljak amúgy. Ja, nem gáz. Ma nem találok senkit, valaki mindig szaladgáljt kint, akkor fölhívom. Jó egyébként, hogy így használják aktívan a Twittert, mindig szeretem nézegetni. Jó, igazából én csak egyet akartam, köszönöm, hogy meghallgattatok, meg hogy elmondtátok, hogy mi a fasz volt, aztán megyünk is faszokba, nem tudom, amit. Mi köszönjük, hogy elmondtad, nem, nincs semmi baj. Na jó, akkor szevasztok. Minden jó. Szevasztok. Csá. Boldog karácson! Gyere szó a karácson! Megköszönj már rám! Szerintem... Miattam rakták ki szerintem az ékszerbótos izé... Behajtolókra egyből lövés. Hát így szopattam. Kergették a kripszesen, és a kripszes mellett mentem a motoromba, és nyomtam a dudát végig, a zenélősen. Azt már olyan idegesek voltak a rendőrök, mint az állat. A kripszes ez meg ott röhögött mellette, hogy nyomjad tesó, nyomjad! Amúgy... Nyuszi. Aztán utána elkapták. Az acél. Most a Twitteren valaki hirdet acélt. Nem, 1500-at kell átvegyünk. Ja? Csak feledésbe merült, mert... Én csak azt láttam, hogy a Twitteren írja valaki, hogy eladó acél. Jaj, nem az, csak hogy... Rész. Egy órája mondtuk, hogy egy 20-25 perc, és... Hát így fel, hogy most tehet le. Az ilyen férfi 25 segítek. Perc volt. Na, hallgassam. Mondd meg, hogy kakáltunk. Csak egy sörre mentünk le. Rengett a hígfosás. Elhajlom a tisztel. Ezek a bajszomat meg nem dicséri meg senki, bazd meg. Azt hiszem, hogy nagyon ilyen serifes... Hákogenes. ...meleg bajszod van. Bazd meg. Kikusztikába osztogatják? Ez már majdnem olyan jó, mint a Loki, bár a Loki melegebb. Pick up all night to get Loki. Megötöm, szétverlek. Én akkor is megéri, most már érik neki nagyon. Hát de bazd meg, olyan kis meleg bajszot van. Templom kertbe állok, jöjj elém, vagy kiabálok. Hol a faszban van templom? Hát, hogy meleg bajszos kell maradtam még csak. Ez melyik név van? Elmegyünk? Fájé. Fájé. Ja, elmegyünk. Nyomjuk. Menjetek, követnek a sotaróba. Jövünk a cél. Kinyissam neked az autót, viszed le? Most fogunk elindulni. Nem, ide nyitom ki a szőket, jó? Haló. Nincs kedvem ezzel, most már jó. Nem jó. Búvi, mehetek veled? Jó. Gyere. Aha, kicsit hátrébb tolalt, nem bírok beülni. Beszélj rádión. Haló. Most jó? Nem, még egyszer. Sziasztok. Most jó? Most jó. Úgyhogy nálatok Nyuszi az egyetlen leányzó, vagy csak a jelenlévőkre vonatkozott? Jelenlévőkre szerintem. Ne dugálj! Jó van már. Pedig én szerettem ezt a dudán. Uci! Csak csinálják ezt.
órán, geci. Börés lány. Igen, meg ott van a kiwi, azt hiszem. Bár az lehet, hogy ez azért az meg. Ezek ránk lőttek? Igen, ránk lőttek, bazd meg, ki van írva, hogy a belépőkre tűzparancs van. Ja, mindjárt képviselünk meg. Itt van a karácsonfa? Rátok lőttek, vagy a levegőbe? Ránk szerintem. Rendőrségbe bementünk a rezervre. Én úgy láttam, az autón csattan. Nagyot megy a rendőrség. Nem lehet, hogy nem ez a templom? Ennek van kert? Nem van, egyébként ott hátul. Nézd, ott van elméletileg a karácsonyfa. Hol? Mi? Ott? Elméletileg. Mert? Ezt küldték a karácsonyfa csoportba. Hát de az egy fegyver volt. Nyomjad, ezt megnézzük. Nem. Ott is van egy templom, izé, pufi. Buci! Mond! Bucit mondtam, nem Bucit. Jó, pedig már kérdeztem a srácokat, 4-3-an mondták, hogy igen, nekem volt. Valet óvamin. Tartam, sziasztok! Éltek még? Lezuhantak egy, hát nem tudom, egy 30 métert autóval, de úgy láttam talpra érkeztek. Mindjárt lemegyek megnézni őket. Az egy dolog. Nem nagyon válaszolnak, nem biztos, hogy eszméletük név vannak. A felfüggesztés lehet nem bír azért 30 métert. Hallod, a seggemben van egy drót, nem tudom, ez valami ülésfűtésnek a drótja, vagy én nem tudom. Szerintem lélegeznek. Ki kell szállnom. Megvagytok? Hívjak mentő? A seggembe állt valami. Bozz meg. Jó, ha hívtam mentőt, két sérültre. Ó, köszönöm. Annyi erő van, hogy elugrok róla. Gyerünk, pufikám! Au! Picsába! Au! Jó van, szép volt! Au! Jó lábon rúgtál. Szeretsz az autó. Vigyom, ennyire vagy sérült, nincs egy kis kaját. Ó, oh, kösz már. És úgy itt nincs. Hallod, fasz ne adjak. Az van. Az meg törpének adtam. Köszi, megiszom. Neki, ne így már... Veszi már rád, hogy megint szar. Meleg van. Jó, Nina! Egyéb ma Nina, pusztuljatok a faszomba! Szép tapod! Szia, Hubácsi! Szép tapod! Gyere, gyere! Mit alkottatok? Hát onnan lezugtak. Igen. Ügyes vagyok. Szép is kettős látás van. És még meg vagy? Fáj a fontos, fontos fejem. Hol érzel fejlődöm? Beláda valagomba egy drót, vagy nem tudom. Nem. De nagyon fáj a seggem. A jobb lábam az hát nagyon. Hát azban nem tud segíteni. Igen, a könyököm. Meg a szívem is. Helyre fog jönni. Na jó, állj fel, gyere, orcsom, felsegítek. Doktornő szegény úriembert most rakta ki a csaja igazán. Mondhatná egy-két jó szót.
Te fényileg szakítottatok? Kidobott, ja. Ó, Istenem. Húvigem. És ugye csak jobbat fog majd, jobbat érdemel. Tessék, adok egy ilyet, ezt feldob. Ó, köszönöm. Ó, de jó kedvem, mert kicsi. Ha jobban is vagyok. A hangod, megszél megint rádiót. Kicsit óvat, kezdedik. Mert meleg vagy. Ajaj. Ezt igazán szereti ki. Hát, nézze, mondok te még jobban. Gyorsan egy kicsit a lábadnál, hogyha térdig felhúzom a nadrágot, és megnézem, hogy a sípcsontoddal, vagy itt a bokáddal történt valami. Na nézzük. Nekem történt az a paraszt bokárugot, megnézni, doktor úr. Persze. Sajnod. Jó, óvatosan, itt nem látok Zuzán. Pedig csak ilyen vigasztaló zenét adtam neki a sérüléshez. Megfogom, és akkor egy kicsit gondolom. Gyújtás csökkentővel is itt. Szúrójás fájdalmat érez a lábában. Nem. Csak olyan, mint hogyha egy dagadt fasz bokárugott volna. Takarodj már, mert szétbopszom a fejedet, te köcsök. Akkor kicsit húzom, hogy takarod már, jó? Fogj velem szét. Letörök háromszor, fájdalmat csinapítok, ezt odaadom. Nagyon szépen köszönöm. Picit, illetve teszek egy kis oldás csökkentő. Mutassak egy TB-t. Nem kell, kedves jó barátom nálatok. Jó, köszönöm szépen. Tessék, parancsolj. Köszönöm szépen. Vagy úgy puszít, nem kapok a homokomra? Hívtam Aztekászos szerelőt. Miért nem? És máshova? Mert nem. Máshova sem. Állj már. Ha miért az arcodra, bazd meg? Ja, tényleg? Tervez, disznó. Na? Nem. Miért szintem? Nem. Nem volt elég, hogy megöleltek? Tudom, hogy kapsz még egyet. Leugrok még egyszer a faszom. De nem ugrasz még egyszer. Na, kapsz még egyet, gyere. Na, szépen, na. Urad, megvan még, él még? Él még. Na, megoldjuk, hogy ne. És mikor látod utoljára? Én még, biztos. Ma, a picsában. Igen, akkor még nem kell fizetned a pépet a izének, srácnak. Még nem. Megvagyunk, köszönjük szépen. Köszönjük szépen, dicsértessék a Jézus Krisztus. Engem csak ne koppintanak a nők. Most basztak ki. Beszélnek itt rádió. Még mindig meleg vagyok. Ezért koppintanak le. Fel fogsz fázni, kelj már fel. De szomorú vagyok, mert nem adsz puszit a homlokomra. De kelj már fel, megfázol. Hagyom már egy puszit szegénynek a homlokára, hát vér fog húgyozni, doktornő. Legyen szíve. Igen, és konkurs is veszek. Jaj, jaj. Az nem attól. Sziasztok, jaj. Na, de itt a homlokom. Nem. Na. Vigyázzatok magatokra. Akkor várjam, leugrok a tetőn. Nem úgy van, hogy egy nőné, hanem azért talán. Vagy ez a nemi erőszakosok? Jaj! Akarom. De most te komolyan leugrottál? Látja, nem bír magával. Teljesen igen. Depressziós, bipoláris. Milyen aranyosan mondta, hogy pufi? Igen. De ne legyél már depressziós. Megint akarod szállni. Vagyom, de még kettő. Igen, vagyom. Meg a szívem. De szíve, de nem tudok itt kezdeni. De tud. Tudni tud. Nem értem, csak akarni kell. Na, addig akkor vagy. Én nézem mind a két karod. Ó, hát most igen, nekem eltöröd itt a karodat, nem tudom, mit csinálok. Köszönjük. Jó, szépen lehorzsoltad, jó, óvatosan itt. Szépen megfogom, óvatosan kicsit lefertőzítem. Bölged üres? Nézd, csíp egy picit, bocsánat, teszek rá itt egy kis kémecskét, aztán jobb lesz. Még egyszer leugrasz, nem jövök vissza. Jó. Ne, pufi! Pufi! Jó, hova nem ugrok. Ez az a krém, amitől feláll majd a brém. Boldog karácsony! De várjál, és a törpük fel a magyarok, akkor vissza kell jönnie, nem? Ne! Ne akar, mert lemondják már lassan a izéket, a TB-ket. Ó, ezt a dokinőt annyira akarom, bazd meg. Szedd össze! Nem tudom, bazd meg uram. 18-38, miért nem jön a izé a szaros fasztekaszos? Olaszos legyen, hajtsa neki a szelet. Mi? Az oroszlán, tudjátok. Oroszlán, mi van most be?
Mi? Aha. Az jó. Ki jöhetne. Hívjak még egyet, vagy mi? A rossz a rádió? Mármi nem a telepen, nem. Hanem a nőnek hajtja a szelet. Ezt mondom. És őt is öleget? Nem nincs a rádió, bár hogy miért szerintem nem tudom. Szerintem nem tudom, én nem tudom. Ne, lehet, nem tudom. Ölelgeti. Na, most írt az Aztekasztos, hogy elindult. Akkor rendben leszünk. És hogy megyünk haza? Azt kérdezem én. Hát, azt ti tudjátok. Hívjatok egy csontost. Hív a faszom. A faszom csontos, azt hittem azt mondod. Pár feltöbb. Van, igen. Mondjuk én csontos nem láttam, szerintem már egy hónapja várom. Egyetlen egy darab van, szóval... Biztos, van nálad? Van. Szerezz egy kuvart nekem. Hát ez jó sikerült, ahogy látom. Mi a fasz? Kiugrott tenni az autóból inkább. Miben jár, bassza? Miben? Nem tudom. Miben? És nem. Hoppá! A tolvajmester. Hol van? Én nem is látom már ebbe a ködbe. Ott van. Ott jön. Na, szuper. Könnyi vagy törpe. Most teli baszná a kamiont. Igen. Ez szép volt, az egyel. Egy darabon volt, bassz meg. Szép volt. Jó volt, easy. Ó, és ez pont egy T20, az megy mint az állat, nem? Milyen? Ez nem, ez egy TT, ez vagy nem. Ez nem T20, ez nem T20. Nem ez a T20? Nem, ez. Jó, nem, akkor egy másik lesz, hallod? Ott hosszan nyom már meg azt a H-formájú gombot rajta. Tudom, hogyha menekülök, akkor csak jobban fog fájni. Így van. Nyomom. Azaz. Hoppá! Az egy nem picsáját. Mi komoly? Melitálnom kell, jó, addig belülök itt. Na megyünk ki? Ez gazdán is. Hát meg kéne nézni a szaros izét. Hagyjuk itt, és mit fog szólni az Aztekaszos? Akkor nem menjünk a fára. A kocsit, most akkor nem hagyjuk itt a kocsit. Nem tudom mit mond ez már, bazd meg, be van baszló. Jó, hagyjuk itt, na menjünk. Templomkertbe állok, berúgtam és hányok. Most még egyszer nem hallottam. Templomkertbe állok, berúgtam és hányok. Gyere, köves. Jó. Ivánnak volt ilyen. Igen, közben ráértem, azért mondtam, hogy nyomja a H betűt. Emlékeztem, hogy NFN ez volt Iván autója, de szerettem. Ez a szerelőpont most jön. Ne kúrj már a seggbe! Félre hát, azt itt akarok valamit. Pedig csak trollkodtam. Ó, hogy nyá... ez...
Megvagytok, vagy rosszul láttam, hogy ti leugrottatok a faszomba? Törpe, Pufi. Jól láttam, hogy ők balra itt elrepültek a vérben? Hát én úgy láttam, hogy ők balra elrepültek a picsába. Megint. És nem válaszolnak, szóval lehet, hogy meghaltak. Hallod, Buti? Mert épp egy ilyen híd mellett mentünk. Lehet, hogy amit láttál, az lehet, hogy nem déli báb, hanem valós, mivel Pufi... Valós, megvannak, neki mentek egy nagy oszlopnak. Kocsi. Na, hát ez gyors volt. Sokáig tartott. Majdnem eljutottunk addig. De csak majdnem. Igen. Sok siker. Küldtem a közös Dark Chatre egy izét, egy kordit, ott vannak Pufiék totálkáron a második kocsijukkal. Szerintem kellene valaki, aki elviszi őket. Indulok, Köszi. Istenem. Hát a tél az nagy úr. Közben amúgy három ember után majdnem elütött, de nem. Hétezer volt az egyik gyorshajtásom. Most indultam a Gordit. Kérdés, tudjuk, hogy a placunk 5 ménár, egy fekete kamacsó, egy Guardian, meg egy, jól láttam, BF4. Nem mosózzák az acét? Az acél most már intézve a rádióban. Ó, kértem a rádió fracking kívülre. Konkrétan, hogy bemennünk a sikátort. Van, akit már nem hallok a rádión. Most, ahogy eljöttem. Csatlakozom egy kicsit a rádióra. Paletó már eléggé kín van. Ja jó, csak mondom ott úgy állnak, mondom biztos. Jó volt, köszönöm. Ott van. Ki cica? Ez ilyen szokorrádió effekt ilyenkor. Igen, 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 és ha még távolabb lennék, akkor már teljesen levágja. Ez az új rádiónak a különlegessége. Ez is meg az is, hogy vízbe például nem megy a rádió. Hogyha víz alatt van, akkor nem fogsz tudni rádiózni. Halló, tessé! Halló, tessé! Halló! Tessék! Behoztam az autóját az Azték szerelőterepre, és érdeklődnék, hogy ő mikor tudna érte jönni. Érte megyünk majd, én is Aztekászos vagyok, csak... Ja. Karambolóztak itt a izék, az urak, mert nem is én voltam, hanem a izé volt. A Pufi, vágod a nagy dagadék. Ja, ja, jó, akkor ja, addig ja. Megcsinálom az autót. Köszi jó, szépen. Érte. Jó, jó, csőváz. Hello, hello. Nézzük. Ilyen hangokat hall az ember, amikor a rádióját beállítod. Igen, igen, igen. Valamár erre lesznek, nem?
Ez jól nézett közül az autó. Na, mindjárt megjönnek hétetek. Ufi még mindig meditációban van? Nem tudom eldönteni. Akkor igen. Vagy meghalt. Vagy. Nyitok egy ládát legalább, nem kap szívrohamat, amikor kinyitok még egy Hello Fast. Jó. Ne? Téli kesztyű. Ki vegyen Pufit, vagy mi legyen? Hát nem tudom. Ki tudod? Pufi, ha megbögdösöm a hasát, ha szereti. Pufi! Vigyázz, tele van gázzal. Bazd meg. Azért ilyen nagy. Bene szarjan. Keményebben meg fogod. Pufi, itt vagy! Baszom. Szerintem nincsen eszméletéd. Nem tudom. Be kell lökni a vízbe ilyenkor, úgy haladtam, ez a jó. Gyertek, csak... Mi a fasz? Jó, megvan. Há, mi lenne? A törpe kicsúszott és totál kára verte ezt az autót is. Hívtam nektek fuvart. Ez komoly. Kicsúszik, nagyon. Nem vagyunk sokkal messze, mint volt. A másikat már megszerelték, szóval el kéne majd mennetek az Aztekaszba kihozni. De azt nem is én törtöm össze. Gyomladat szúrom. Pufi, majd ha olyan, haza tudtok jönni? Aha, csak nem engedem törpét vezetni. Jó, oké, mert be kéne avatni. Megyünk haza. Három perc érkezés. Nem. Ufi, hasa nagy. Egész jót megy ez a motor. Nagyon megszerettem ezt a motort, nagyon jó. Ez a sima gyári GTS. Nem tudom, hogy jó irányba megyek-e még. De olyan kb, nem? Érkezünk.
kombi. Jó, oké. Okay. Várj, ne szállj ki, akkor basszom, ez az autóker már megint. Azt mondta Nyú, hogy hozzuk. De jó, mi ez az izé? De jó néz ki, szőf is van rajta. Menj már a faszomba. Ez passzó. Geci, jó néz ki. Imádom a meg rádió. Fegyvereket, a csöcsöket és a jeepeket. Nice. Halló, halló, halló. Hányan játszok a GTA 5-te? Puff, nem tudom. Hallod 3-4. Hallom, Nyuszi. Egy sarkot jutottam arra. Skarba. Érted? Hol? Ki ez a kettő izé? Az egyik egy csuna. Két csuna. Tudom szerelőt. Oké, és jó érted, men. Aki ebben a tűzben rák meg fog. Tehát, csak folytatólagosan. A csapattal majd úgymond meg fogtok ismerkedni. Nyilván, aki fontosabb titulus, és őket külön kell említenem. Jó, ezek a bestiáik a zöldekből, nem? A két leszbicsen. Többi ugyanúgy meg fogsz ismerkedni, ezzel jó arcok. Ővelük is majd beilleszkedsz, majd megismertetitek magatokat. Ő itt lőn Puffy, vele már beszéltetek. Ő a lobbanékony felem, illetve a kiegyensúlyozottabb felem. Tehát, hogyha ő valamit mond, és én ráhelyeslek, ott már kurva nagy baj van. Szia, Dio. Hello. Azt mondta, hogy hívment őt megszerelő. Jó. Maga azt mondta, hogy áldását adja. Vagy mi? Biztos, nem értem. Ők se. Jó. Ezen kívül, akik itt vannak, Puffy-tól jobbra ő Loki. Ő a csapat egyik irányítója. Ne legyél büszke. Mire? Mene. Ő az, aki akciókon kisebb hangár, anyahajó, bunker, Human Labs, ékszerek, bankok, nemzeti, ő az, aki, hogyha mi nem vagyunk, ő karolja föl, többnyire ő karolja föl, a kisfőnökök annyira nem nagyon lógnak bele ebbe az egész irányításba, többnyire az elmúlt időszakban mégis. Ezen kívül van még egy személy, aki irányító, Sas, ő vele nem találkoztatok. Sas már irányító? Nem még érkezett vissza a gulákból, győzött. Győzött a gyulákba, az jó. Ő vele majd fogtok találkozni, ő nem régibe érkezett ugye vissza, és rövid pórázon, és nagyobb szigorral lesz tartva, amiatt, hogy ne kerüljön vissza. Esetlegesen Szibériába elásva. Ha ő esetlegesen beszól, vagy túlmegy bizonyos határokon, egyébként van egy gyönyörű szép verű legényem. Ő szintúgy meg elintézi. Nála azért van hógolyó, baseball ütő, Svetlana, ja nem, az nálam van. Már neked a... Hát, geci! 10 pont a Griffendélnek! Gyerünk, Puffy, üss meg! Nem akartam, de üss meg! Üss meg! Ey! Felkelek, geci, meghalsz! Nem akartam! Shake that thing! Gala gala shake that thing! Skabarama skate that thing! Skibida babam bam bam! You can do your Harlem shape. Pa 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 pa. Kezdek aggódni, úgyhogy minden azték egy pofonot. Én nem. Teri, nagyon szépen köszönöm. Három hónapja már a csatornatagok között. Nagyon-nagyon szépen köszönöm. Vagyunk páram. Hogy kérdezek már egy olyan? Nagyon-nagyon szépen köszönöm. Szia, miben volt ez a nemi a motorudája? Too unlimited, the real thing. Rendőr. Visz neki át úsznak, de nincs szolgálatban. Olyat csinálhat, hogy hívja akkor... Hát, hogyha van ide... Hát figyelj, hogyha van ideje és nem kötözöd meg, akkor igen. Hogyha megkötözted és úgy, akkor meg... Meg a rák egyeki. Akkor pedig buci szavaival élek a rák egyeki. Köszönöm. Kicsi homár. Jó, ezen felül van egy törpénk, egy hatalmas... Kapalom! Szia! Hát... Az baj. Egyre tart, maradjuk. Bajszú, kis áramvonalas testű bucink. Aki kevesebbszer töri össze magát mostanában, mint Puffy.
Illetve ezen kívül itt van a balomon Dio, aki most vert le nekem egyet. Persze. Semmi baj, majd... Persze, majd elmegyünk kórházba, majd utána megvitatjuk. Így, így. Na. Illetve ezen kívül még a srácok közül vannak még 20-22-en legalább. Nyilván vannak kisebb szabályok, nagyobb szabályok. Elsődleges, másikra nem fogsz fegyvert. Se akarva, se véletlenül, mert vagy meg fog verni, vagy én foglak lábon lőni. És sajnos vannak manapság, ugye karácsonykor vannak ezek a leárazások, akciók, én általában ilyenért már kettőt szoktam adni, tehát egyet fizet, kettőt vihet. Lesz két új lány ezek szerint? Igen? A másik, ami az elsődleges igazából, az első, de a legfőbb szabály, ugye családon belül, tehát házi nyúlra nem lövünk, tehát igazából nem kezdünk ki senkivel, még Hetzből sem, nem jövünk össze senkivel, mert jó bucival nem foglalkozik, igen. Igen, mivel buci együtt van Pufival, aztán így néha vannak... Csak szeretné! Buzi Rudi nálam is van! Faszod van együtt a Dióval, köcsög, nem vagyok ki komár. Annyira. Néha. Néha. Ja, lőfegyver használat tárolóban van, akkor használd. Nyilván. Nyilván. Ütőket is. Ezen felül akkor majd hamarosan körbemutatok mindent. Annyi, hogy érkezzen vissza Nyuszi is. Írassunk be titeket, aztán fölputtózunk. Aztán addig beszélgessetek többiekkel, ja. Ismerkedjetek addig, meg Pufi még beszél valamit. Ja, hogy már itt tartunk, azt hittem, hogy csak szedni küldik őket. Jó volt. Ha én kétszer majdnem meghaltam, le vagyok maradó. Az még odébb van a... Nem tudunk vezetni. Megverjük őket. Ez mondjuk kicsit csúnyán hangzik. Megverjük őket, meg lábon lőjük, meg ez... Mi? Ez majd odébb van. Most ti leszek az új puttóink? Puttóni... Hogy mondja a lányokra? Hogy mondjuk a puttókat? Ez dolgozik már. Putita vagy. Putita. Kinder putító. Putita. Putina. Putina. Gondolom az nem a puta. Az más. Putina. Nem. Az más. Az más. Nem tudom ki mondani. Egyébként te végül is az lenne, csak... Igen? Hát akkor puta. Tehát ugyanaz, az a nő nem változott a szónak, csak hát... Nem a legszebb, igen. Ja. Akkor csikiták lesztek, jó? Csikita. Csikita. A izé ergo, izé veremek, meg nem bazd meg. Izé... Igen. Ergo gidák. Gidák, bazd meg. Gidák. Hallod? Amúgy Pufi. És akkor én vagyok a szikora. Eh? A kicsi csikó, az egyébként... Az nem fiú. Spanyol. Igen. De ők lányok, bazd. Halló, nézd! A csikó lát. Recskem, vár egy hatal... Jaj, az nem az. Jaj. Hoppá, hoppá, bocsánat. Kefélnék vagy 6 órát. Csikiták lesznek, jó, az kész. Miért degradálod őket? Csikidám. Miért? Engem is csik... Ombrének hívnak benne. Te reggelt csak Brének hívnak. Legalább akkor legyenek csikák. Beszélj már rádiólok, kérlek. Beszélj rádiólok. Hallod, Pufi? Intézzétek pár el a medencébe, olyan rövőre kettetek. Kajak. De az a baj, innen nem válaszol, nem szóval nem, hogyha válaszol, akkor igen, és ő gyógyítson meg. Mi? Ja, izé Nina? Csina Nina? Tudod, az orvosnő, tudod. Amúgy rossz el rá, hagyd letépve a faszát, azt most megmondom. Oh, God. Ajjaj, kezdődik. Állóképességem nem olyan jó már, mint volna. Jó, ilyenkor most hogy fel lehet őket öltöztetni a mi ruhányba? Tehát ők úgy lesznek, hogy amint fatárral elintézi Nyuszi a papírmunkát, mert át kell futni a telepről, a telepről jön vissza, faszom tudja. Tudod, hogy most bébiasztékok lesznek és megkapják a cuccot, ők utána mentor mellett fognak... Kik? Mi? Leszek a mentoraik. Vezetők. Hát a tehát vezetők. Te nyúl meg én? Igen. Felváltva. Mert mi... amiatt, mivel Chen
ugye ott van Törpe. Törpe, mivel most jelenleg ugye büntiben van és mentorálják, ezért ő nem fogadhat Puttót. Lokinak volt elég baja, van elég baja, illetve Kápika? Igazából most ez a puttózás annyira nem vészes, ezután a lévő dolgokban pedig mindenki ugyanúgy tud segíteni. Mi szívesen segített? Na majd nekem egy adagot? Jaj ne! Körülre? Törpe! Mi az is ugya? Segít a csen, jó? Elég oda vissza fiam, mert felpofoz. Nézést, apu! A hatalmas nagy álló faszokat meg dobáljuk már le. Egyre nagyobb, nézzétek meg mekkora nagy, hát, hogy az van. Így van. Nézzétek ja. Meg milyen kis... Nekem kikérem magamnak, nekem az elvi dolog, hogy legyen, jó? Nem. Rájössz elveket a félre. Tapozárás illányik, hogy mi? Hogy látok, ti egy pár is vagy, nem? Ezt miből szülted le, geci? Matematikus vagy, mi a geci? Amúgy jól látom. Nem így áll, én soha nem állok így matricázva, hogy ők állnak például. Ne hozzám, igen. Na látom. De fogva a pofáját, jó? Jó van, Csikó és Csika. Na, meg én már feláll a faszom. Nekem már áll. Mi az kis babája? Ja. Szóval innentől kezdve nincs beszél valaki rátok, mert szóltak nekem, hagyjon verem, jó? De hogy is, ha verekedjenek ők is, fazzak, hát. Jó, nem vagy neked a kápiból. Amúgy akkor körbevezettem őket, jó? Jó van. Legyetlek. Jó. Cucó, mucó. Na, ez itt a kert. Ha valami problémátok van bárkivel, itt szépen oh, és nem a fáj a fejem az egész fájja. Vagy megvelitek egymást, ahogy kell. Ja, véleményed. Látod, ott a G2 áll fel. A legjobb játékok. Felkiáltja a G2 a chatbe. Szüper olcsó, szüper játékok. Szüper kutyával. Ugye kis kutyám? Mit veszünk ebben a hónapban a G2 át? A moderátoroknak való rengeteg kulcson kívül. Veszünk valami jó játék? Veszünk valami jó játék? Veszünk valamit az anyunak, amivel együtt játszunk? Megveszünk a Sims összeset. És húgyi-bugyi. Ne felejtjétek egyébként a stream támogatója a G2-a, így hogyha terveztek bármikor bármilyen játékot venni, és szeretnétek ezzel teljesen ingyen támogatni, úgy ingyen, hogy értelemszerűen nincs extra feláll, hanem hogyha vesztek játékot, G2-el veszitek, már támogattok is, akkor felkiáltok a G2 a parancsot beírva a chatbe, vagy egyébként a videóban megnézve ott van a linkbe, ott van g2.com/r/paplovag, ott, hogyha vásároltak, akkor támogattok engem, és nagyon olcsók a játékok. Legalább olyan olcsó, mint Ferenc itt egyedül magányosan. Jóló! Jó. Ez nem volt olyan szép, mint gondoltam. Jó van tőle. Milyen, boxolunk? De... Vagy most mi van? De én... Nincsen kangol. De én a fiúkat szeretem. Mit akarsz? Táncolsz, Nyomi? Buci! Igen? Itt van egy szép csoki, aki meg akar kóstolni téged. Igen, akarsz egy pofon, gyere le! Már többbe húzz ebbe a gyere le, legyél férfi! Roksa, a két lányzó elindult egy üzleti utat elintézni, gyorsan 5 perc. Boldog karácsonyt! Intézzük a továbbiak. Törpe kiüt itt a szarna. Törpe kiüt, üss ki Törpe! Üss meg ki te kurva! Gyerünk Törpe! Wow. Üss se Törpe! Ennyi! A faszba. Ez a kisfiam. Rigítottam eleget, nem voltam eleget edzőteremben, az a baj, úgy látom. E-maileket adok, klónok, meg ilyeneket. Többet kéne gyúrnunk. Rég egész jól kigyúrtuk magunkat múltkor. Szia, Riken! Patert írja már. Már átírtam. Jó, őt akkor elintéztem. Demet. Látod, Buci, most ott tudom menni érzés, mikor én fekrengem ott. Nem látja a Fater papírját. Igen, csak én nem egymás után hatszor. Holnap fogjuk tudni teljes mértékben 200%-ot. Várj, sírtek felállni, jó? Jaj, au! Az már meg. Most legyen nagy a szád. Jóska, gyerek. Törpét itt a várja. Ezt is edd. Ez a törpe. Nagy szájú. Jó, hívtam mentőst. Hát az majd nekem is kenni köszönöm. Fog. Te hülye, jó voltál. 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 Jó voltál
faszodnál álljon fel egy hétben. Ha a csodamehásoknak alig van gúnya, akkor hogy csinálnak szánkó versenyt? Nyuszi, ne kérdezz ilyen dolgokat, tudod, tehát attól még, hogy bam. Nekünk van-e. Hát, ennyi volt. Boldog karácsony. Na, 2-0 fogadd el. Nem fogadom el. Nem akarlak megölni. Hát a barátom én van. Igen. Na, akkor gyere fel kutyából, ezt intézzük. Bam! Vissza is feküdt! 3-0 Te nem látok, te nagyon hülye. Hát ez gyors volt. Hát geci úgy itt, hogy nem is látok. Zeg, köszi szépen. Nála felállta a lábra, ne arra. Az egy dolog, te nagyon hülye, de nem látok, te fogyatok. Akkor jó van, elnézést. Ja. Akkor csak 2.5 Most már látsz? Most látsz. Szegény pufi, szegény. Most már látsz. Akkor 3.5 0 Annyit hallok, hogy most már látsz a hacsat. Én is csak annyit láttam, hogy bazd meg repül a buci. Ennyi. Hát az előbb Butkó 6-0-ra vertem a gymbe. Rossz volt nézni. Mindig meglökött, kapott egy taslit, azt összeesett. Hát mert nem gyúr, baszod. Én meg megyek hát folyamatosan. Nem. Én is megyek folyamatosan, hogy 6-8 órát már eltöltöttem, bár az inkább az állóképességemre koncentrálok, mert én is állóképesség, meg a box. Az erő. Az erő az jó megy. Én még sose voltam gymben, én csak úszok. Au! Ne, ne itt, ne itt! Au! Na gyere ide! Gyere ide! Nyuszi fülű! Na-na! Jaj! Bam! Bam! Ujjaj! Azt kapta! Csak nem, bam. Csak nem! Bam! Ott is van! Hogy van? 5-0 Aztán szerintem kéne neki valami csoki vagy valami, mert... Nem fúj, lesz nagyon rosszul vagyok, mindjárt elájulok! Jújjújjújjújj! Pufikám, nehogy megüsme, meghalok. Hoztam neked egy csokit. Tessék, hogy ellássa a fájdalmadat. Én ezt nem értem, bazeg. Mit nem értesz, gyúrni kéne. Végigvertem az egész magot. Nem csak a szádra. Két nappal ezelőtt, geci. Te csaló kutya vagy, jaj. Bazeg, megvertem az összes magaszost, megvertem 4 gyereket a publikba. Ezt a tagad, geci, nem bírom leüt. Aha, mert itt több az erő. Gyere baseball ütővel. Minek baseball ütővel? Nekem nincsen baseball ütőm. Raktárban van. Te van a golf ütődik. De egyébként azt vágod, hogy azzal is csak még nagyobbat ütök. Igen. Ja, te az a lehet, meg is öllek. Új, kell egy orvos. Hívtam már. Hívtunk. Hívott törpe. Minden rendben lesz. Félvim az SD-két? Ne. Szép volt, bucikám. Köszönöm szépen, pufikám. Jó voltál, fasza voltál. Ilyenek a jó, férfiak. Jó, sikni, ilyen bugyózni. Kicsit a jobb kiadom belőle. A faszért. Már bocsásson meg, de bazd meg offroadozni. Amúgy geci sok szerelő van bent most, szóval nem is értem. Na most mennyire? Lepapírozom, és az összes ezért két oldalút bazd meg idehozom. Intézkedek elé. Vettünk ilyen keserű sprét a kutyának. Zek, nagyon szépen köszönöm szeretem a támogatást. A mindenki tudja. Hallottam egy cirénát. Itt a mentős, itt a mentős. Igen. Okay. Én is jövök! Igen. Sötét kék jelölések bevétel, nem maradjanak még? Sapi dinnye. Tényleg nekem nincsen fizum?
Úgy emlékszem, hogy kivitted nemzetit, meg ilyenek. Mindjárt megnézem. Nem, te könyveltél matricát, nincs is itt a mentős. Én könyvelek egy ideje. Mindjárt megnézem neked. Jaj, visszajövök izé rádióra. Igen, mert nincs meg róka szám. Csak amíg beszéltünk a csajokkal, lejöttem. Őrge róka, ne, az olasz is ott van, ha az ő száma megvan valakinek. 423 ezer blokk. Őrge róka lába, berúgtam, azt hánytam, hip-hop. Kicsit az... Ugyék jött a gyógyszerén? Nem? Na ugye. Beadtad már a papírokat? Ugye megnézem, hogy Instán írtak-e. Kis köcsög. Mi ez, hogy kis köcsög, geci? Nem jutottál a lából B-be, bassz meg, mert... Én se. Látod, mert az első kanyarnál ütközök, ezért nem én fogok vezetni. Jó. Jó, ott ez az... Roka? Mi van még ott, aki még aszték is? Visszerelő is? Jó, Vörén kívül mindenki jöjjön vissza szépen placra. Jó, van elég szerelő ott. Nekem lassan mennem kell, mert 8 óra azt agyon kell lőni pár vadászgecit. Basz meg tényleg. Igen. Ha most hazarángattad őket, majd azt mondod, hogy ha nem ész kockulni, biztos, hogy kibeleznek téged, ezt már most mondom. Mert... Köszönöm, plac. Érkezem, plac. Ez már minőségi anyag. Figyelj, szaros, mi legyen? Találkozunk egy fél óra múlva, vagy negyed óra múlva? Hát, mikor jössz? Jövő. Hát, ja, nem tudom, megígértem, nem akarom szarba hagyni őket igazából. Tom, mit ígértél meg egyébként? Offroadozunk egyet, aztán igazából. Ja, hát akkor az még több is lesz. Hát akkor majd valamikor. Jó van. Jó legyen. Viszlát. Csumi. Nyoló. No, fiúk, lányok. A GTA mint maga az ennyi lett volna mára. Megyünk egy kicsit, hantozunk. Krízi, látom, hogy itt vagy, hogyha gondolod, akkor tök jó, hogyha jössz. Szóval akár veled is tolhatjuk együtt. Amit szeretnék megkérni tőletek, mindjárt bedobok nektek egy linket, most akik YouTube-on élőben néznek. Itt van egy ilyen kérdőívben néznek. Szerű. Itt van, nem annyira, egy szavazás gyakorlatilag. A jövő 2023-as mi az? Menetrendről lenne szó. Szeretném átalakítani, hogy YouTube-on több tartalom legyen, alias minden nap legyen tartalom. Erről tudtok szavazni, most jelenleg 158 leadott szavazat van. Itt vagy a 250-en, hogyha mindenki megteszi, nagyon szépen megköszönöm, hogyha nem, akkor teljesen megértem, hogy nem, de ha mégis, akkor tényleg nagyon hálás vagyok. Mindemellett egyébként tudtok a cseten beszélni erről, hiszen alatta van lehetőség arra, hogy kommunikáljatok, és megbeszéljétek, hogy Szóval az mondjuk egy kifejezetten jó dolog, viszont mindjárt mutatok még nektek valamit, hiszen, mint mondtam, megyünk át, és Hunt Showdown fogunk játszani. Szóval, hogyha szeretnétek továbbra játszani. Is a mai nap velünk szóval, tartani, akkor kérlek, ezen a linken kattintsatok oda jól, és gyertek, mert folytatjuk tovább az élő adást, csak most más fogunk játszani. Mindjárt jövök ott. Rise up, yeah, and the gunshot.
the gunshots ring. Shadows calling, let the gunshots ring. Fought the devil, let the gunshots ring. Black trains coming, let the gunshots ring.